Vas Albert, Valaki tévedett, Elbeszélések 1945-1950. Vas Albert történetei játszódhatnak az 1945 utáni Brassóban, a kicsi Székely falu temetőjében, a lőporfüstös és megszállt szülőföld bármely területén, vagy a képzeletbeli mennyei birodalom Isten előtti sereg szemléjének mítikus idejében. Ezek az írások a legvégsőbb humánum megszólaltatói. A szerző igazság és szabadság szeretete és önelemző magyarság vallása példamutató a ma embere, a ma olvasója számára, bárhol is a nagyvilágban. Turcsány Péter. Vas Albert, Valaki tévedett. A kötet főként Erdély II. Világháborús eseményeinek hiteles magánemberi krónikája és a legvégsőbb humánum megszólaltatója. A szerző igazság és szabadság szeretete és önelemző magyarság vallása példamutató a ma embere, a ma olvasója számára is. Jártak magas rangú tisztek a házhoz? Persze, hogy jártak. Németek is? Volt ott mindenféle. Nagy kastélyám a Bükkösi, maga olyat nem látott, mink odavalók vagyunk. Kik azok a mink? Hát a főméltósága, meg én. A herceg nincs itt. Oda maradt szegény. Gyerekek? Márika sóhajtott és megkönnyesedett a szeme. A két fiatal herceg úr oda veszett a fronton. Siratjuk is őket sokat. Minden felelet után mondott valamit Rubinstein úr az ezredesnek, amitől annak egyre sötétebb lett az arca. De Mária, most azt mondja csak meg, ismeri ezeket az embereket itt? Hát hogy a keserűségben ne ismerném? Tört ki Márikából a türelem. Szemióta együtt vagyunk már. Mik voltak ezek odahaza? Márika rántott egyet haragosan a vállán. Mik? Hát urak, nem lássa, maga is bolondokat kérdez. A tolmács az ezredes felé fordulva mondott valami újat, amikor az egyetemi tanár váratlanul megszólalt angolul a háttérben. Nem értettük a szavait, de a tolmács arca egyszerre kivörösödött tőlük, s éles rikácsolással kezdett magyarázni valamit az ezredesnek, mire az végül is bólintott, megfordult a sarkán, s elindult vissza a gépkocsi felé. Az orosz még egyszer végignézett rajtunk, aztán ment ő is. Ide figyeljenek, emelte föl Rubinstein ura hangját. Az ezredes úr letartóztatásba helyezi valamennyiüket. Az amerikai hadsereg átadja magukat, mint háborús bűnösöket a Szovjetunió katonai megbizottjának. Úgy értek bennünket ezek a szavak, mint a villámcsapás. Egymásra meredtünk. Tudtam, hogy ez lesz a vége, szólalt meg keserű hangon az egyetemi tanár. Ez a tolmács egészen másképpen fordította le Márika szavait az ezredesnek. Azt mondta neki, hogy Márikát a hercegi házban naponta ostorral verték, hogy a hercegné úgy dolgoztatja ma is, mint a rabot, naponta megveri. Ez mondta, szörnyülködött Márika, hogy le nem sül a képéről a hazugjának a bőr. Meg azt is mondta, folytatta az egyetemi tanár, hogy mi valamennyien Hitlernek dolgoztunk. S hogy Márika saját szemeivel látta, amikor többen közülünk zsidó gyerekek fejét törtük szét a köveken. Azt mondta végül az ezredesnek, hogy Márikának csak egy kívánsága van, mégpedig az, hogy úgy a hercegnét, mint valamennyiünket adjanak át a magyar nép bíróságának. Jaj! Nyögött föl Márika, bitang mindenit, ezt merte! Még többet is mondott.
folytatta keserűen a tanár, s az ember hiába emel szót, az ezredes neki hisz, nem nekünk. De Márika ezt már nem hallotta. Szeme megakadt a csorba, fadöntő baltán, mint valamelyikünk ott felejtett az egyik tönknek támasztva, fölkapta onnan is, szaladni kezdett vele a tisztek után. A gépkocsinál érte be őket. Láttuk az ezredes csodálkozó arcát, amikor hátrafordult, s meglátta a szaladó leányt, láttuk, ahogy az orosz lépett egyet hátra, s a pisztolytáskájához nyúlt, s láttuk, ahogy a vörösképű tolmács Márika felé fordult, s magyarázni kezdett valamit. S hallottuk Márika éles, haragos hangját. Súly, essék belét, hazug disznyója! Aztán láttuk, ahogy két kézre kapta a súlyos erdőírtó baltát, s hátrahajló derékkal lecsapott vele a tolmács fejére. Ugyanabban a pillanatban eldördült a pisztoly az orosz őrnagy kezében. Márika lassan megfordult a tengelye körül, s mint egy tövéről lemetszett virág, eldőlt a gépkocsi mellett a földön. Halálposta. 34-en hevertek ott, összetömködve a rothadt szalmán. Lettek litvánok, németek, szlovákok, bolgárok, magyarok. Feketék voltak és szőrösek, bűzös rongyaik közül aszottan undorodott elő testük, mint valami beszáradt kelevény. Görcsös csontjaikat kékerek és nyűt izmok kötelei csavarták körül. A sok esztendős föld alatti munka kiszívta már bőrükből a színt, s izmaikból a húst, szemük fehérje is úgy világított már csak a homályban, mint egy darab pókhálós üveg. Az ázott rongyok keserű gőzt párologtak, s ez a bűzös pára vastagon megrekedt fölöttük az alacsony és szűk deszkapajtában. A tetőgerendákon súlyos barna cseppekké sűrűsödött, mely olyan volt, mint a kátrány, s időnként a fejükre csöpögött. A deszkákon vastagon szőrősödött a penész, s a rothadt szalma szörcsögött alattuk minden mozdulatnál. Hallgattak. Keserű volt a szájuk, és az éhségtől és a láztól nem kívánkozott beléje a szó. Talán aludtak is, ahogy halálra csigázott emberek aludni szoktak. Félig holtam már, és félig ébren, egy bódult szédületben, mely minden zajra rémülten rezzen föl, mert állati borzalommal vár az alvó öntudat mélyén is egy hangra, mely kérlelhetetlenebbül és biztosabban eljön, mint maga a halál. Az ébresztő síp visítására, mely az őrök durva káromkodásait előzi meg, s a foglyok végtelenbe nyúló iszapos idő tömegébe újra egy rettenetes robot szakot jelent. Úgy rettegtek ettől a visító kegyetlen hangtól, hogy zavaros álmaik mélyén sem éreztek egyebet, mint ezt a hangot, mely remegve vártan is mégis az állati borzalom váratlanságával valahol a nyúlós időgép végén késével beléjük hasít. Csönd volt. Néha valaki köhögött, nyújtottan, szárazan, mint a vonító kutya temetők árkában. Aztán újra csönd. Csak a hörgő, sípoló légzések töltötték meg ezt a rothat és bűzös csöndet, ahogy 34 emberi lény gyötört tüdő szivattyúja küzdött valami ismeretlen parancsnak engedelmeskedve az életért. Aztán hirtelen megmozdult, felült. Én megyek, mondotta folytott, rekettes hangon. Megyek haza,
Nem csinálom ezt tovább, nem. Megyek haza. Egy pillanat alatt mindenki ébren volt. Elmúltak a sípoló lélegzetek, csak 33 ember szíve dobogott feszülten és lázasan. És a 34. ült mereven, mint egy szobor, és a hangja végig borzolta a pattanásig feszült idegeket. Ki üzen haza? Ismerték ezt. Meg is szokhatták volna. Minden két hétben megtörtént, hogy valaki az éjszaka sötétjében fölült, és azt mondta, megyek haza, nem csinálom tovább. És elment, és többet nem látta senki. Mégis izzani kezdtek, megroncsolt idegeik, és véresre gyúrt szívük felvonaglott, mint egy elgennyesedett sepphely valahányszor valaki egy éjszaka hirtelen felült, és közéjük dobta tompán a kérdést. Ki üzen haza? A sarokban lévők kezdték, és úgy ment sorra embertől emberig. Papír, ceruza nem volt, de ha lett volna, sem vehették volna hasznát. Ha elfogják a postát, jaj, a neveknek, akiket nála találnak. Így hát csak suttogó, lassú és meggondolt szavakkal vésték be a mondani valójukat a didergő barakhomályban és az útra induló emlékezetébe. Lassan, megfontoltan hangsúlyozva minden egyes szót, csak éppen a legfontosabbat, csak éppen amit nem lehet már elhallgatni, mert különben megszakadna a szív, és szétpattannának az idegek. Mondd meg Berlinben a feleségemnek, Maléter Strasse 82, hogy ha már nincs ott, akkor egy nővére ott lakik a Binder Strasse sarkán a fűszeresbolt fölött. S ha az sincs ott, akkor Budapesten kerest föl az anyámat, ha nem leled a lakásában, Balmazújvárosban él a sógorom, Rigába menj el apámhoz, Szófiában megtudod a menyasszonyom címét. Utoljára Kolozsváron volt a feleségem, az utca nevét nem tudom, de ott van a temető alatt. A ház udvarán sírkő faragó műhely találsz. És mondták, lassan, folytottan, lihegve, minden szót megnyomva, megrágva kétszer is. 33 keserű, vonagló száj. S a 34. ült mereven a sötétben, és hallgatta az ellihegett szavakat. Minden szót bevésett valahová a penész színű szürke homlokcsönt mögé. Gondosan is rettenetes nagy figyelemmel, mert tudta, hogy minden szó fontos. Semmi sincs fontosabb a világon, mert 33 megcsúfolt, elszomorított emberállat utolsó görcsös kapaszkodása ez az élet felé. 33 élő halott kinyújtott keze a sírból, mely végső vonaglásával még valahova mutat, valamire, ami élet volt egyszer is valóság, kézzel fogható utolsó bizonyítéka annak, hogy valamikor mind emberek voltak. Lassan, tompán, folytottan hullottak a bűzös sötétben a szavak, egymás után. Városok, falvak, utcák, házszámok, nevek. Szöveg nem is volt hozzájuk. Az ilyen üzeneteknek azonos a szövegük mindig, és rettenetes. Száj úgy sem tudná kimondani, fül nem bírná elviselni, szív beleszakadna. Aki viszi a postát, tudja maga is, csak a cím kell, csak a cím a fontos, a titok, az utolsó nyom. És hullottak a címek bele a sötétségbe, aztán csend lett.
Rettenetes nagy csönd, majdnem olyan, mint amikor valaki a templomokban, amikor még voltak templomok. Aztán szörcsögve megmozdult a szalma. Valaki a kijárat felé kúszott. Egy deszka mozdult lassan. Hűvös levegő csapott be egy pillanatra, aztán újra csak a csönd. Az undorító, füllett pára. A koppanó halk zaj, ahogy a kátrányszerű áporodott lé a gerendáról alá csöpögött. 33 ember hallgatott, várt, fülelt. Rágta az elmondott szavakat, azt a párat, azt a keveset. Vajon nem maradt ki valami, vajon, ami még nagyon fontos lett volna? 33 ember, 33 megfeszített idegcsomó, görcsös mozdulatlanságban a szalmán. Vártak. Érezték, hogy várnak valamit. Tudták, rettenetesen tudták, hogy várnak valamit. Aztán hirtelen lövések csattantak valahol. Géppisztoly sorozat, még egy ratatatata, mintha szörnyűséges acélbogár rágná a világ fáját. Aztán újra csönd. Egyszerre sóhajtott föl 33 ember. A feszültségnek vége volt. Most már tudták magukban belül mind a 33-an, hogy erre vártak. Valahol a sarokban görcsös vinnyogással felsírt valaki. Hallgatták döbbenve és irigyen, és lassan visszaszédültek abba a fáradt kápulatba, mely sötét iszapjával ott nyúlik el valahol élet és halál között. Pap Kristóf hazatér. Mindnyájan jól ismertük Pap Kristófot. Rendes, derék ember volt. Odahaza törvényszéki bíró, idekint fekete kereskedő, kicsiben. Odúja ott volt a harmadik számú iskolaterem jobb hátsó szögletében, és tűzkövet lehetett lála kapni, meg olykor cigarettát és szappant. Ha az ember bement hozzá, a drótra aggatott pokrócok által külön választott szobába, valamilyen üzleti ügyben, egy szikár őszhajú urat talált a szalmazsák szélén üldögélni, akinek az arca éppen olyan gontelt, és az inge éppen olyan rojtosodó volt, mint valamennyiünké. Ha tűzkövet kért tőle az ember, szinte bocsánatért esedezett a szeme, amért ilyesmivel foglalkozik. Egy szóval, egészen egyszerű, rendes ember volt Pap Kristóf, semmi földön túli dolog nem járt vele. Igazán nem lehetne ráfogni, hogy valaha is látomásai lettek volna. Mindössze a pókhálókat látta meg, kísérteties biztonsággal az iskolaterem mennyezetén, s nem nyugodott addig, míg egy hosszú bottal le nem piszkálhatta önn a nőket. És mégis látomása volt egyszer. Már 2 éve élt ott, abban a szerencsétlen iskolateremben, s 2 év alatt mindössze annyi történt, hogy eladott néhány marékra való tűzkövet, haja megőszült, arca megráncosodott, ruhája megkopott, s kidolgozott magának egy elméletet. Furcsa elmélet volt. Azt állította ugyanis Pap Kristóf törvényszéki bíró és tűzkőkereskedő, hogy az emberi világban nagyon könnyű az eligazodás, ha az ember ismeri a kulcsot hozzá. Ez a kulcs pedig így hangzik: mindennek az ellenkezője igaz. Ezt a különös elméletet saját bevallása szerint a tapasztalat dolgoztatta ki vele, mert a felszabadulás után minden esetben elnyomást jelentett. A békeszándék háborús készülődést, az önvédelem orvtámadást.
ha valamit hangosan cáfolt a sajtó meg a rádió, arra mérget lehetett venni, hogy már régen megtörtént. S aki mellét verve ordítozta, hogy mindnyájan meghalunk a hazáért, az még véletlenül sem halt meg érette, hanem elköveted mindent, hogy kibújhasson valamiképpen a harctéri szolgálat alól. Ennek az elméletnek az alapján Pap Kristóf volt az első, aki már a hontalanság első esztendejében csóválni kezdte a fejét, és aggodalmas arccal mondogatta. Annyit emlegetik odahaza ezt a népi demokráciát, hogy meglássátok, újabb diktatúra sül ki belőle. Egyébként türelmes és békességes ember volt. Két hét alatt alig egyszer-kétszer veszekedett bent a kuckójában a feleségével hangosabban, mint illet volna. Duckóra, aki a terem másik sarkában tanulgatta a harmonikázás mesterségét, mindössze egyetlen egyszer ripakodott reá, s akkor is csak azzal fenyegette meg, hogyha még éjjel után is nyekeregni fog, hozzávágja a lyukasabbik cipőjét. A terem lakossága szinte atyának tisztelte, és fekszomszédok közötti peres ügyekben őt kérték föl tömnyire döntőbírónak. A második év végén aztán egyszerre csak betegeskedni kezdett Pap Kristóf. Még jobban megsoványodott, valósággal kék lett az arca és átlátszó. Eleinte csak köhögött, aztán egyre nehezebben jött föl a vizes vödörrel a lépcsőn, s egyszer csak nem kelt föl többé a szalmazsákjáról. Felesége szótlanul tetvet körülötte, s ha vevők jöttek, ő szolgálta ki azokat is. Éjszakánként hallani lehetett az öreg úr száraz köhögését a pokroc függöny mögül, s néhány részvevő lakótárs kérdezni kezdte, hogy nem kellene orvost hívni. Csak azt ne, mondta ilyenkor Pap Kristóf a szalmazsákon. Mivel a doktor? Az már politikából is azt mondja, hogy meggyógyul az ember, s ha nekem is ezt találja mondani, akkor elpatkolok, az biztos. Így hát nem jött orvos, aki megjósolhatta volna Kristóf bátyánk fölgyógyulását, s ennek ellenére mégis meghalt. Ez egy csúnya, szeles márciusi napon történt. A Romváros utcáin úgy süvített a szél, mintha boszorkányok nyargaltak volna láthatatlan söprűkön, és szoknyájuk szegélye fölkavarta a kőhalmazok szemetjét. Este felé az eső is esni kezdett, és túl a harmonikás duckó fölött szelíden csöpögött a mennyezet. Duckó kifeszítette ágya fölé a kórházból szerzett gumilepedőt, és hallani lehetett rajta a csöppeket, ahogy kop, kop, kop. Egymás után hulltak alá, pontos és kimért időközökben, mintha egy láthatatlan óramű számolta volna a teremben a hontalanság másodperceit. Este volt, lucskos, szürke, szomorú este. A kopár mennyezeten bágyadtan égett a terem egyetlen, ernyő nélküli világégője, fénye üres volt és barátságtalan. Duckó halk és szomorú akkordokat muzsikált a gumilepedő alatt, a vármegyei főjegyző rekeszében kártyacsata folyt, bukszám az órás pörölt a feleségével. Tengeri cégnél sírt a kisbaba, mint mindig, s a fiatal özvegy függönye mögül szerelmes durulózsalás hallatszott ki. Valaki a polgármestert szitta a tető miatt, valaki hangosan tanult angolul, aztán megjöttek nagy lábdobogással a munkában lévők is, valami újságcikk fölött vitatkoztak, és szétoszlottak a rekeszekbe. Hallani lehetett itt is, ott is, ahogy valaki az ételét kérte, néhány türelmetlen szó is esett, majd elült az is.
Az állomás főnökék felől nem sokára horkolás hallatszott. És kis időre rá hallani lehetett Gabikát, ahogy végig surrant mezitlába termen, s mögötte halkan megnyikkant az ajtó. Minden a maga szokott rendjében halott azon az estén is. És akkor egyszerre a pap Kristófék szöglete felől megszólalt egy didergő, ilyet asszonyi hang. Az Istenért valaki, jöjjön ide valaki. Halk volt a hang, és mégis olyan, mint egy kísértet. Mindenki meghallotta, Duckó abba hagyta a muzsikát. A főjegyzőjéknél letették a kártyát. Baj van, Vilma néni? Jaj, lelkem, jaj. A kártyázók értek oda elsőnek. A vézna kicsi asszony ott állt a pokróc függöny előtt, és reszketett. Mi baj, Vilma néni? Nem tudom, lelkem, de azt hiszem, menni kellene valakinek papírt, papot kellene. A férfiak közül néhányan bementek papék rekeszébe. Pap Kristóf ott fökött a szalmazsákon, és halkan hörgött. Arca szederjes volt, szeme különös fénnyel merett föl a mennyezetre. Rosszul érzi magát, Kristóf bácsi? Bolondok vagytok, nyögött föl a beteg. Soha még ilyen jól, soha, mindig mondtam, hogy egyszer hazatérünk. De hogy ilyen szép lesz, azt magam sem hittem volna. A templom utcán úgy állanak a házak, éppen mint régen. Nem igaz, hogy összedőltek, hazudtak, akik mondták. Minden hazugság volt. Ott áll a templom is a helyén, az iskola, a vármegyeház, a törvényszék. A kertekben virágoznak a gyümölcsfák. A barackok, amiket ültettünk. Mama, olyan rózsaszínűek, te! Az emberek egymásra néztek. Valaki kilépett a függöny mögül, megkereste az esőkabátját, és kiment. A terem lakói lassan összetömődtek a papék rekesze előtt. S bent a szalmazsákon pap Kristóf mondta tovább akadozó, nehéz beszéddel a látomást. Jóska fiunk, ott áll a ház előtt, és nevet. És Imre, játszik a kutyával, hát ugye, nem igaz, amiket mondtak, látod, hogy Szibéria, meg minden. S te, mama, az Imre gyerekei, hogy megnőttek? Ma holnap dédapa leszek még, te! A kis vézna asszonykából fölszakadt a sírás, és megrázta sovány válláit. Szemeit eltakarta, s a hangja nem volt több egy árva vert kutya vinnyogásánál. Pap Kristóf meg se hallotta, csak mondta tovább lázasan. Semmi se változott a házban, mama. Az íróasztalom ott áll a helyén. A képek a falon, a kalapom, tudod, amit ott felettél, s a kabátom ott lóg a fogason még mindig, s az utca is a régi. Te, ott laknak domonkossék, a doktorék, pintérék. A pintérék lánya férjhez ment. S a kartársak is mind-mind ott vannak, Rácz Imrusnak. Hogy megnőtt a kopaca, te? Pap Kristóf hörögve nevetett. Szeme elengedte a mennyezetet, s furcsa, parázsló fénnyel nézett végig a körülötte állók arcán. S ti mit gyászoltok itt? Nem is vagytok itt, fenét vagytok itt. Csak azt mondják nektek, hogy itt vagytok, s éppen ezért az ellenkezője igaz. Te ott ülsz a megyeházán, te meg az adóhivatalban. Te a városházán vagy megint, celátlak. Mind a helyeteken vagytok, mind. Neked ott a fiad is, neked az öcséd. Látlak benneteket, látlak hát. A nagy vendéglőben, a törzsasztalnál, Józsi, egy konyakot, he! A nevetés köhögésbe ment át, fuldokló köhögésbe.
A beteg homlokán kidagadtak az erek, aztán csönd lett. És ekkor megszólalt hátul Duck. Különös volt a hangja, lázas és meghatott. Kristóf bácsi, kérem! Édesanyámat! Édesanyámat nem tetszik látni? Mi? A beteg megpróbálta fölemelni a fejét, de visszazuhant. Hogy ne látnám, te ott áll a házatok előtt, a kicsi húgoddal. Ünneplőben vannak, kezükbe virágcsokor. Nem látod őket, mafla? Sze éppen téged várnak, könnyes a szemük. Mindenkinek könnyes a szeme, jaj! Nagy autókon katonák jönnek, s te is ott vagy közöttük, gyerek. Jönnek, jönnek a katonák, és mindenki sír. Az édesanyák és a kishugok virágot szórnak a katonák elé az útra, és jönnek, jönnek a nagy virágos autók. Jaj, mama, hát eljött ez is, látod? Én fogadom a parancsnokot a megyeháza előtt, én! De meg kell mondjam neki mindegyiknek, hogy ki ne mondják, nehogy kimondják azt a szót, nehogy is kimondják, hogy felszabadulás, felszabadulás, nehogy meg kell mondjam a parancsnokak előre, látod? Mégis milyen jó, hogy megtanultam angolul, mama! Hörgésbe fulltak a szavak, nem lehetett érteni többet. Aztán elhalkult a hörgés is. Csönd lett. Csak a szemek meredtek föl továbbra is valami elvarázsolt csodalátással a kopár mennyezetre, mintha ott valahol a dolgok háta megett, virágos autók és nótázó katonák sorfalai menetelnek egy gyönyörűséges jövendő felé. Felszakadt a terem ajtaja. A pap jött be siető léptekkel. Utat nyitottak neki. Csönd volt. Csak a vézna kis asszony cérna hangja sírdogált valahol a csönd mélyén, halkan. A pap megállt pap Kristóf szalmazsákja előtt. Állt egy pillanatig, aztán lehajolt hozzá. Rávetette a keresztjelét, megérintette az egyik szemét, aztán a másikat. Csend volt. Nyugodjék békében. A mély zengő hang bejárta a termet. Az asszony ott a szalmazsák mellett megvonaglott, és lassan térdre csuklott, mint egy hervatvirág. Vállait megrázta a néma zokogás. In eternam Hungariam, ámen, felelt a papnak valahol hátul egy magányos férfi hang. Csönd volt, és akik ott álltak, látták, hogy pap Kristóf arcán lassan elsimultak a nyomorúság ráncai. Vonásaiban méltóság költözött és nyugalom, mintha nem is egy menekült tábor ócska szalmazsákján feküdne, hanem ott állna valahol egy város piacán, díszes talárban, ünnepélyes fogadtatáson. A fejek meghajoltak. Mélységes csönd volt. És a csöndben érezni lehetett, hogy egyel kevesebben vannak a teremben. Mert pap Kristóf immár hazatért. Egy pár rongyos cipő. Esküszöm, hogy az igazat fogom vallani, és csak is az igazat. Hát az úgy volt, kérem, tisztelt bíró urak, hogy a gyerek apja egyszerre csak összecsuklott a villanykalapács mellett. Mikor odamentünk hozzá, szürke volt az arca és habos nyál, bugyborékolt a szája szélén. Tetszik tudni, mi hídépítő munkások, nem vagyunk érzékenykedő emberek. Különösen, akik a hadifogságot is végigcsináltuk. Megszoktuk már, hogy emberek olyankor összeesnek mellettünk. Ezt is
A gyerek apját felhúztuk az útból, és dolgoztunk tovább. A munkavezető káromkodott, mert elvesztette egyik emberét, és betelefonált a városba a mentők után. Hallottam, hogy mondta. Jó, jó, majd ha ráérnek. Nem, nem, csak egy külföldi. Aztán visszaakasztotta a kagylót. Délután megjött a mentőautó. Az ember még élt, de nem volt magánál. Még lett volna egy jó óra munkaidő hátra, de én azért elkérezkedtem, hogy bekísérjem az embert. Mert hogy honfitársam volt, hát azért. A munkavezető káromkodott előbb, de aztán elengedett. De ezt az órát levonom magától, kiáltotta utánom. Vonj le, amit akarsz, gondoltam, szakadnál meg. Igen, kérem, ez nem tartozik a tárgyra. Szóval bevitt a mentőkocsi engem, s az embert a városba. Előbb a német kórházhoz mentünk. Nincs hely, mondotta Kurtán a portás. Vigyék az író kórházba. Az van az idegenek számára. Elvittük az író kórházba. Ott azt mondták, hogy sajnálják, de az ember nem tartozik a DP státusba, s így nem vehetik föl. Menjenek a németekhez, mondotta egy jól öltözött úriember. Azokkal tartottak maguk a háborúban is. A mentőautó vezetője meg az ápoló, aki vele volt, földhöz vágták a sapkájukat dühükben, mert már este volt szinte, és szerettek volna szabadulni a félig holt embertől. Visszamentünk a német kórházhoz. Hosszas húzakodás után a két mentőautós kiemelte a kocsiból a hordágyat, bevitték a kórház előszobájába, és az embert legurították a fal mellé a padlóra. Még visszakáromkodtak a veszekedő portásnak, azzal elmentek. Az ember ott feküdt a kockás kőpadlón, a portás ablak mellett. Még élt? Igen, kérem, még élt. Szemét néha kinyitotta, és ide-oda nézett. Ilyet szemei voltak, mint az olyan embernek, aki tudja, hogy meg fog halni, mert nem lát senkit, aki segítene rajta. Megkérdeztem, hogy fáj-e valamie, de nem felelt, csak nyögött. Közben előkerült egy fehér köpenyes fiatal úr, talán az ügyeletes orvos, vagy mi, és szidni kezdte a portást, hogy minek engedte ide be az idegen halottat. Oda mentem hozzá, és megkértem, hogy nézné meg az embert, mert még él. Talán még segíteni lehet rajta, mondtam. Nekünk nincs időnk mindenféle jött-ment polákkal törődni, kiabált rám a fehér köpenyes fiatal úr. Megmondtam neki, hogy magyarok vagyunk. Akkor menjenek Magyarországba, ordított rám. Mit jönnek ide enni a mi nyakunkra? Mert Magyarországot elvesztettük a németek miatt, feleltem neki, mire szidni kezdett, hogy szemtelen náci vagyok, s hordjam el magamat a kórházból, mert rendőrökkel dobál ki. Így hát elmentem a békesség miatt, s hogy hát, ha használok vele az embernek, aki ott feküdt, szürke arccal a kőpadlón, és még mindig élt, nyögött. Mindez egy szerdai napon történt. Vasárnap újra bementem a kórházba, hogy megtudjam, mi lett az emberrel, hiszen mégiscsak honfitársam volt. Ahogy a kórház elé értem a lépcsőn, megláttam ezt a fiúcskát ülni. Rongyos levente sapkájáról nyomban láttam, hogy csak magyar lehet. Hát megszólítottam. Te mit csinálsz itt? Várom édesapámat, felelte a gyerek. Bent van a kórházban. Behozták még szerdán. A hídnál dolgozott.
Az tegnap este nem jött haza. Azt a hídnál mondták, hogy behozták ide. Még szerdán. Akkor már tudtam, hogy a gyerek azé, az emberé. Azt mondották, hogy ki jő édesapád? Azt nem mondották. Akkor miért várod itt? Mert nem mehetek be. Bementem a kórházba, a gyerekként maradt. Megkérdeztem a portárst, hogy melyik teremben fekszik az ember. Miféle ember? Kérdezte a portás. Az a magyar. Akit szerda este hoztunk volt be a mentőkocsin. Ja, az? Felelte a portás. Az meghalt, még azon a napon. Meghalt. Mondtam, hogy ne hagyják itt, mert nem tudjuk fölvenni. Aztán mit csináltak vele? Eltemettük. Eltemetni tudták? Azt igen, mert muszáj. Visszamentem a gyerekhez. Még mindig ott ült a lépcsőn. Te, mondtam neki. Ezek azt mondják itt bent, hogy meghalt az apád. Nekem is azt mondták, de hazudtak. Miből gondolod? Az én apám nem olyan ember, aki meghal. A háborúban sem halt meg, pedig 3 golyóbist kapott a mellébe. Egy híd is a levegőbe robbant már alatta, mégse hót meg. Hazudnak a svábok. Melléje ültem én is a küszöbön. Anyád hol van? Az lássa, meghót. Még a muszkák tették csúffá. Testvéred van-e? 2 is, de kicsik. S kivel éltek? Hétköznap magunkban. Vasárnap apánk is hazajön. Ma vasárnap van. S te mennyi idős vagy? 14. Aztán csak ültünk egy lépcsőn. Te, mondtam egy idő múlva, s ha mégis meghúlt az apád, olyat ő nem teszen. Mi már tudjuk azt, hazudnak a svábok. Vár csak, mondtam, utána nézek. Bementem újra a portáshoz. Haragosan mért végig. Mit akar már megint? Hová temették azt az embert? Azt kérdezze meg az irodába. Megkerestem az irodát. Egy szőke kisasszony faggatni kezdett. Testvére volt? Nem. Rokona? Az sem. Hát? Honfitársam volt, s anyátlan gyerek is maradt utána, 3. A kisasszony sóhajtott, majd keresgélt egy nagy könyvben, s aztán egy darab papírra fölírt néhány számot. A temetőr majd megmutatja, hol kell keresni. Már az ajtóban voltam, amikor az eszembe jutott. De valami csak maradt utána, pénz, vagy iratok, vagy ilyesmi. Azt a hullaháznál kérdezze meg. Elmentem a hullaházhoz. Egy nagy kövér, veres képű ember uralkodott ottan, olyan volt, mint egy falusi mészáros. Időbe került, amíg emlékezni kezdett az emberre. Valami polák volt, ugye? Magyar. Azaz. A nála levő iratokat elvitte a rendőrség. Ott megkaphatja, ha igazolni tudja, hogy a rokona volt. Valami egyéb nem maradt utána? Csak iratok? Miféle egyéb? Kérdezte a mészáros képű, és úgy tett, mintha megbántottam volna. Mégis valami emléktárgy a gyerekeinek, bicska, óra, mit tudom én? Voltak gyerekei a poláknak? 3 is. Ettől megenyhült kissé, és hátra ment egy vasajtós terembe, ahol sokáig kotorászott. Végre előjött egy pár ócska cipővel.
Ennyi az egész, ami még megvan, mondotta, s letette a cipőket az asztalra. Rongyos, kitaposott munkás cipők voltak. Rajtok sárgállott még a hídépítés sara. Alá kell írjon egy nyugtát, mondotta a raktáros, és körmölni kezdett egy darab papírosra. Az igazolványt kérem, fölírta az igazolványom számát, én meg aláírtam a nyugtát, és mehettem a cipőkkel. Más biztosan nincs semmi? Örvedjenek, hogy nem kellett fizessenek a temetésért, morogta a hullás. A gyerek még mindig ott ült a küszöbön. Oda tettem melléje a rongyos cipőket a kőre. Kezébe vette, forgatta, nézte. Láttam, hogy lassan kifényesedik a szeme. Édesapádé volt, övé. Ejszen mégsem hazudtak, nem felelt. Csak forgatta a rongyos cipőket a kezében. Sírni nem sírt, éppen csak, hogy a szeme volt fényes. Most mi lesz veletek? Tudakoltam. Nem felelt, csak nézte a cipőket. Aztán sok idő múlva azt mondta. Mégsem kellett volna, mezítláb elássák. Szegényt, csúfságra. Aztán arra kért, hogy mondjak el mindent, ami azon a szeredai napon történt. Figyelmesen hallgatta, nem szólt közbe. Csak akkor kapta föl a fejét, amikor ahhoz a fiatal orvos úrhoz értem a történetben, aki azt kiabálta, hogy nem ér rá minden jöttment polákkal törődni. Ezt mondta, kérdezte a gyerek, és belevörösödött. Ezt. Az anyja keservit. Később azt kívánta, hogy mutassam meg neki a helyet, ahol utoljára láttam feküdni az apját. Bementünk a kórház előcsarnokába, s megmutattam a portás ablak előtt a kockás kőpadlón a helyet. Itt feküdt. Itt. Állt és nézte a helyet. A rongyos cipőket ott szorongatta a kezében. Mit akarnak? Szólt ki mérgesen a portás a kis ablakon. Megmutatom ennek a gyereknek a helyet, ahol utoljára feküdt az apja. Itt nincs semmi mutogatni való, menjenek ki! Kimentünk. A lépcső alatt megállt a gyerek. Megismerni ezt a doktor úrt, aki úgy beszélt apámról. Meg én? Akkor várjuk meg, amíg kijön. Mit akarsz tőle? Látni akarom az ábrázatját. Minek az? Csak. Leültünk a lépcső kövire, és vártunk. Dél felé járt már az idő, kezdtek az urak kifelé jönni a kórházból. El ne védse, figyelmeztetett a gyerek. Ne félj. Csak néztük az ajtót, és vártunk. Közben a gyerek elmondotta, hogy egy tanyájuk volt odahaza. Meg valamicske föld hozzá, s hogy az apja készült is hazamenni, csak várta, hogy az oroszok kitakarodjanak előbb. Addig még át akart menni Amerikába, hogy egy kis pénzt is vihessen haza majd. Már minden dolguk rendben volt a bizottságoknál, s talán 2-3 hét múlva hajóra is kerülhettek volna. Ha ez a dolog nem jön. Mindezt ott mondotta el a gyerek, a lépcsőn ülve, kezében a rongyos cipőkkel, míg az ajtót néztük. Aztán egyszerre csak kilépett az ajtón az a fiatal doktor úr. Bár nem volt rajta a fehér kabát, mint doktor, mégis fölismertem nyomban. No, a volt az, mondottam. Ez?
kérdezte a gyerek, és felállt. A doktor jött lefelé a lépcsőn, a gyerek meg elibe ment, bal kezébe, ott vitte a rongyos cipőket, jobb keze a zsebiben volt. A lépcső aljában találkoztak össze. A gyerek fölemelte bal kézzel a rongyos cipőket, s oda tartotta őket a doktor orra elé. Az megállt. Mit akarsz? Kérdezte németül. Maga mondta az apámról, hogy jött-ment Pollák? Maga? Aztán láttam, hogy kivette jobb keziből a markában megcsillanó bicskát. Nyitva volt. Mire felszöktem a lépcsőről, már benne volt a doktorban. Hogy én mit tettem akkor? Most aztán fuss, fiam! Kiáltottam oda a gyereknek, de az nem futott. Csak állt az eldőlt doktor mellett, egyik kezében a rongyos cipőkkel, másikban a véres bicskával, és nem mozdult. Mikor a kórházból kiszaladtak a népek, egy sem mert kezet tenni rá. A rendőröknek aztán odaadta szó nélkül a bicskát, meg a cipőket. Hát így volt ez, bíró urak. Hogy akartok-e még mondani valamit? Igen. Annyit akarok még mondani, hogy akármit is tesznek az urak ezzel a gyerekkel, de azt a pár rongyos cipőt, azt tessenek csak visszaadni neki. A bicskát azt elvehetik tőle, de a cipőt azt adják csak vissza, mert az az övé. Ezen az egész megveszekedett nagy bitang világon egyedül az a pár rongyos cipő maradt örökségül rá, amiben nyomorultul veszni hagyták az apját, azért, mert idegen volt. Hát, ennyi az egész. Szentek zendülése. Ott állottak a palotás házban magyari szentek. László király páncélos lépte, csörrent a padlón, ahogy indulatosan járkált föl és alá. Margit, a szigeti apácák fehér köntösében egyenesen állott, és keményen, s úgy nézett Erzsébetre. Márpedig én előttem előbbre való az a magyar, aki a nyomorúságban is kitart hazája mellett, mondott a szigorú, csengő hangon, mint az, aki svábok kegyét keresi idegenben. Nincs igazad, tüzelt Erzsébet, megkönnyesedő szemmel. Előbbre való az, ki hűséggel tartá a szövetséget, mit kötnek nyugattal, semmint az, aki eladá lelkét a pogánynak. László? Fordult Margit a páncélos király felé. Mi bajotok megint? Horkant föl a bajnok, s megállt a két asszony előtt. Tégy igazságot! Emelte föl Margit a hangját. Melyik magyar, előbbre való magyar? Aki otthon maradt, vagy aki elmenekült? Aki ott halt meg a Kárpátok gerincén, fegyverrel a kezében, az az előbbre való. Mordult meg villogó szemmel a király, a többi az mind semmire való. De aki mégis életben maradott, ellenkezett Erzsébet, annak az volt a kötelessége, hogy tartsa a szövetséget a némettel, amit mind kötöttünk. Mink a némettel semmiféle szövetséget nem kötöttünk, húgom, utasította rendre László király, szigorúra húzott szemmel Erzsébetet. Münk nyugattal kötöttünk szövetséget, meg a kereszténységgel. De ebben a német is benne foglaltatik. Semmivel sem, inkább, mint a mi nemzetünk, pattogott László. Mit adott a német a kereszténységért? Semmit. A magyarhoz mérten. S mink mire mentünk ugyanasok áldozattal? Szólt közbe Margit élesen. Utak árkába került a népünk. Árpád úr földje
ebek prédája lett. Ideje lenne számot vetni ezzel László bátyám, hogy így gondoltuk-e. A király arca elsötétedett. Szálfa alakja meggörnyedt, néhány pillanatig némán nézte maga előtt a padlót, aztán szótlanul elfordult, és tovább dübörgött súlyos léptekkel, egyik ablaktól a másikig, oda s vissza. Mi értelme ennek a beszédnek? Jegyezte meg Erzsébet halkan. Választottunk kelet s nyugat között, s nyugatot választottuk, kész. A többi az atya úr dolga volt. Ezer kún koponya, csattant föl a király, de hát, ha rosszul választottunk, nem úgy föste minden odalent, mintha műnk tévesztettük volna el a dolgot annak idején, s élethelyett a halál felé indítottuk el a reádízott népet. Nem úgy föste? De László, ijedt meg Erzsébet, én döngette meg boldozatos mellét a magyarok harcos szentje, én magam, ki ezernél több kunnak vertem bé csákánnyal a fejét. Én kérdem magamat, mi lett volna, ha annak idején fordítva verekszem, s kunok feje helyett, svábok, staljánok sisakját likasztom halomra, ha? Ha kunnal, tatárral szövetkezve tova, spanyol földig toltam volna ki a magyar gyöpüt, mi lett volna akkor? Erzsébet szörnyülködve csapta össze a kezeit. László, te beszélsz így? A kereszténység pajzsa, nyugat bástyája, László! Csattant a király hangja, hogy megremegtek belé a palotás házfalai. Én hát? Kereszténység pajzsa, nyugat bástyája. Így neveztek akkor engemet, s népemet. Pajzs, mely mögött orozva lapulhatott a sváb, s bástya, melynek védelmében cifra palotáit építhettek gondtalanul a talján. De amikor repedezni kezdett a pajzs, s omladozni a bástya, jötté foltozni a rést egy is ezek közül, jötté egy is támasztani a megdűlő falat. Hely, húgom, ha én ezt tudtam volna, lettem volna én pajzs helyett csákány, s bástya helyett faltörő szikla, s tengerbe nyugasztottam volna egész nyugatot a maga rohadt kalmár népségével együtt. Úgy igaz, ahogy mondom. Most már nézhetem két üres kezemmel. Idefönt még egy jóféle kardra sem telik. Erzsébet szaporán vetette a keresztet ilyettében. Pogány beszéd ez, László. A király zordul fölnevetett. Pogány? Magyari beszéd ez, nem pedig pogány. Ha svábbá lett, fülednek pogányul is hangzik, ez az igazság. Nékem, a népemnek adósa maradt a nyugat. Jól mondod, László, vetette föl Margit a fejét keményen, s szeme megvillant. Árpádházi Margitnak is szava vagyon ebben. Mink fogadalmat tettünk volt az úrnak, hogy védelmezzük a keresztügyét, s nyugat jámbora népeit. Mink meg is tartottuk volna a fogadalmat, s kik utánunk jövének, ugyanígy tartották. De vajon az úr állotta-e, amit nekünk ígért? Ne vétkezz, Margit, szörnyülködött Erzsébet. Fejeden a szentek aranykoronája. Mit nekem aranykorona? Rázta meg Margit dacosan a fejét. Árpád vérét nem lehet lefizetni aranykoronával, amikor a nemzetjussáról van szó. Igazad van, húgom, dobbant László király páncélos lába a padlón. Nem arról volt szó, hogy minket tegyenek szenté, hanem hogy nemzetünket böcsülje meg érdeme szerint a nyugati keresztény világ. Erről van szó. Ezt a célt szolgálta minden karcsapás és minden csákányütés, amit tett a kezem. Ezért építetém tucatjával a templomokat,
Ezért gyűjtém halomra bennök a talánpapokat és váblovagurakat. Ezért védtem fegyverrel őket saját népem ellenében, egyedül csak ezért. Igazad van, húgom. Münk állottuk a kötést, s a fizetség elmaradt. Ma dúlt honában magára hagyva vívódik a magyar, társtalanul kallódik Nyugatország útjain, s a nyomorult sorsát részvétlenül bámulja a Kalmár csőcselék, mely pajzson árnyékában növekedett nagyjá. Görcsbe szorul az öklöm, csak néznem kell tétlenül ide föntről nap-nap után, miként ócsárolja bajnok népemet a sok gyáva csikasz, ki anyja pendeje mögé bújt, amikor helyet kellett állni a keresztért, s hagyta egymagában vérezni a magyart, hogy belerúgjon, mint vénült cselédbe, midőn vérvesztetten kidőlt. Veri a mellét ma nagy hangon sok céda ribanc, dőfösen gagyog nyugati kultúráról. Lenéz is barbárnak mondja ma is a magyart. Vaj, ha mi lett volna, ha nem áll vala karddal a kezében őrt, gyepüljén a magyar? Hol lenne ma az a híres nyugati kultúra, amit dőfösen dörgöl orrunk alá ma minden tejfeles szájú piperkőc? S hol lenne Róma keresztje, ha István úr nem állít gátat a viharnak? Ha én elfogadom a Kun szövetséget, s lerohanom egyesült hadaink élén a taljánok földjét, ha Béla öcsém kezet fog a tatárral, s végig dúlja velük álmos Európát, ha Corvinus a törökkel egyesülvén neki ereszti fekete seregét a parókás fejű sváb hercegecskéknek. Vaj, milyen nyelven dicsérnék ma az urat nyugati tengerek partján, s Róma keresztjének, lenne-e még nyoma valahol? Aj, ebura fakó, csak egyszer markolhatna még csákányt a kezem. Tudnám most már, hová üssek vele. Ez pártütés, hüledezett Erzsébet halálsápadtan. Nem rettegsz, hogy fülébe jut az úrnak? Bár csak oda jutna, vetette föl László a fejét. Nem titok ez. Legalább megtudnám magyariak dolgát. A sok mezitlábas szemforgatótól nem is juthat elejébe többé az egyenes beszéd. Erzsébet szaporán vetette a keresztet. Margit szólani akart éppen, de az ajtót borító medvebőr meglebbent, s az ágyas házból kilépett őszen és szakállasan István király maga. Mögötte Imre herceg. Az ab király szeme kutatva járt a sorra magyari szentek arcát. Nézése aggodalmas volt és szomorú. Ingerült szót hallottam szádból, szeretett rokon, fordult Lászlóhoz, és szemöldökei szigorúan rándultak. Miért nem fékezed indulataidat bőjtels önsanyargatással? László király hatalmas mellén megfeszült a páncéling. Hangja remegett az erőlködéstől, hogy csöndesebbre fogja feltörő szavait. Bőtölt eleget népem odalent, felelte folytottan, és sanyargattatásában nem lehet hiány, király. Magyarok dolga őrli bennem a keserűséget, és magyarok dolga ma gonosz dolog Isten és ember előtt. Bánat futotta el az ősz király szemét, sóhajtott. Magyariak dolga bizony rosszul áll, ismerte be. Hangja csügget volt és öreg. Margit elébe lépett. Engedelmeddel, kérdenék valamit tőled, király úr! Szólj! Bólintott István. Úgy szólotté az egyesség nyugattal, hogy láncos ebe legyen a magyar, svábnak, taliánnak, francúznak, mi egyébnek? Csattant föl Margitból a kérdés. Ki, ha mások palotáinak őrzésébe agyarait veszti, szemétre vettessék,
s minden jött ment ripőknek gúnyára legyen? Így volt-e az alku, király úr? Az apkirály szeme nyugtalanul lebbent. Keményen szólasz, Margit. Ezt kérdem tőled én is, István apánk, dobbant előre László, s nézése sötét volt, mint a viharos éjszaka. Így szólott é a kötés, hogy Pannóniától a székely gyepüjéig jajszótól legyen hangos az éj meg a nappal, s a kegyes nyugat kóccal tömje fülét, hogy ne kelljen hallani a meggyötört magyarok halálsikolyát, hogy azok, kik szólni mernek a nemzetér, mint űzött vadak bujkáljanak nyugat vadonjaiban, s hálátlan védettjeink még almot se vessenek oda nekik, hogy vackot turhassanak maguknak a fagy ellen valamelyik idegen árok fenekén, hogy pallosunk árnyéka pohosra hízlaljon minden idegen fattyat, ki rúgással fizesse vissza a védelem bérét. Így volt-e az alku? István király lehajtotta a fejét. Homlokára gondok ráncai gyűltek. Nem így volt, László. Jól tudod, nem így volt. Úgy volt-e az alku, hogy korbáccsal verjük be népünket az idegenikába? Hadd húzza jámborul nyugati urak szekerét, s ha kidöglik, félrerúgják az útból. Így volt-e az alku? Jól tudod, László, hogy nem így volt, sóhajtott István. Akkor miért? István apánk, miért? Sikoltott föl Margit. Avagy az úr, aki mindent tud, nem tudja, mi történik odalent? Az úr, aki mindent lát, nem látja magyariak baját? Az apkirály arca szomorúságtól felhőzve. Aztán végignézett Lászlón és Margiton. Gyermekeim, felelte lassan és fáradtan. Ezek a kérdések fölsajdultak már bennem is ezerszer. Böjtöltem és ostoroztam magam, hogy látásom tisztuljon, s megismerhessem az úrnak szándékát. Hiába volt, s egyebet mit tehetnék? Az ősz feje lehanyatlott. Margit arcán végig gördült egy könycsepp. Erzsébet sóhajtott. Nem tehetünk mást, mint imádkozunk értök, s a hozzánk fölszálló fóhászokat az úr elé visszük, ha majd sort kerül reánk a kihallgatáson. Én pedig azt mondom, hogy nem addig a... szegte meg László keményen a nyakát. Még most elmegyünk az úrhoz, s elébe tárjuk magyariak dolgát. Számon kérjük tőle a kötést, amit tettünk véle, midőn a Róma aklába tereltük kard éli vél a népet, hogy jövendőt alapozzunk utódaink számára a nyugat országai között. Nem addig, amíg most elmegyünk. Nem tehetjük, László, riadt föl Erzsébet. Hova gondolsz? Hiszen ez zendülés. Mit szólnak a kegyesek? Hadd szóljanak, dobbantott László indulatosan. Nem tagadtam soha, hogy idegen volt tőlem mindig a mezidlábos szenteskedők hada, kik naphosszan az úr körül lebzselnek, s elzárják tőle a világ panaszait. Én nem kívánkoztam ide, ám ha szentét csináltak, magukra vessenek. Harcos voltam én egész életemben, többet szólottam karddal, mint imádsággal. S hogy tettem, amit tettem, az nem a mennyei malasztért, de a mag kötés miatt volt, mit tőled vettem örökségül. István, én bizam megyek, most nyomban, s én bizam megmondom az úrnak, meg én, hogy ami nem igazság, az nem igazság. Sem itt, sem a földön. Magyariak dolgát én szó nélkül többé nem hagyom, ha fejemet is veszik miatta, mert előbb voltam én magyar, s csak azután szent.
Veled megyek, László! Ujjongott föl Margit. Szeme csillogott, s szép barna orcája kipirult. Mi urunk, el ne hagyj, sápadozott Erzsébet. Baj lesz ám ebből, nagy baj, meglássátok. István király szeméből kiszökött a könny, s alápergett fehér szakállán. Két csontos fehér kezét rátette László király széles vállaira. Igazad van, László, mondotta, s nehezen jöttek ki száján a szavak. Bocsáss meg Istvánnak, hogy elfeledte Vajkot. Megyek én is. S te, Imre fiam, atyám mellett a helyem, felelte Imre halkan, lehajtott fejjel. Margit, avagy tán nem anyulak szigetén éltem, s nem Árpád vére vagyok? Felelte Margit büszkén, fölemelt fejjel. S te, Erzsébet? Erzsébet sápadtan hebegett. Én tulajdonképpen svábok szentje lettél, maradj hát annak, vetette oda ingerültem Margit. Elegen leszünk magyari szentek nélküled is. László türelmetlenül megzörgette a páncélját. Vezess hát István apánk, s ha baj támad a mezit lábasokkal, melletted leszek, ne félj. Ha egyéb nem is, öklöm még maradt. 1000 kunkoponyára esküszöm, hogy csak ha egy kardom lenne. Margit rátapasztotta tenyerét a László szájára. Ne pogánykodj, László, bízz az úrban, én bízom ő benne. Menjünk hát, magyariak, sóhajtott István király, s megindult nehéz léptekkel a kijárat felé. Lementek a palotás ház lépcsőjén, s keresztül az udvaron. Nehány lézengő apró szent szájtátva bámult utánuk. Elől haladt István, fején a szentek koronájával, súlyos királyi palásban. Mögötte László páncélosan, szálfa egyenesen. Roppant sarkantyúi nagyokat csörrentek az udvar kövén. Utána Imre következett, és Margit. S mikor az udvar kapujából visszapillantottak, meglátták Erzsébetet, ahogy csüggetten és szégyenkezve kullogott a nyomukban. Imre megállt. Jöjj hát közénk, húgom, mondotta szelíden, s kinyújtotta kezét Erzsébet felé. Margit keze is kinyúlt. Ma egyé kell fornia minden magyarnak, akár idehúzott, eddig, akár oda. Bocsássatok meg, suttogta Erzsébet sírástól fuldokolva. Nem tudjátok, milyen nehéz nekem ide is tartózni. Oda is! Mentek. Keresztül haladtak a fő palota udvarán, föl az 1001 lépcsőn. Az aranyos főkapu előtt ott állott a mezitlábas őr. Kik vagytok? Magyari szentek, felelte István király. Mit akartok? Szavunk vagyon az úrral. Most? Szörnyülködött el a mezitlábas. Nem tudjátok, hogy ilyen időben nincs kihallgatás? Tartsatok penitenciát, hogy tudatlanságotokat levezekeljétek. Félre csuhás! Dörrent rá türelmét vesztve László. Nem látod, hogy Árpád házi királyokkal van dolgod? Gyerünk, István! A páncélos, óriás marcona alakja elől ilyetten szökött félre a mezitlábas őrszent. Zendülés! Habogta elkékülten. Zendülés! Ilyen még nem volt. Hát, ha nem volt, akkor most van, mordult rá László. Ne hívtatok volna a magyart magatok közé. Félre nyomták a megrémült cselédet,
s bevonultak az aranykapun. Odabent, a kék oszlopcsarnokban angyalkák játszadoztak. Itt-ott néhány mezitlábas is bámészkodott. Holdfényből kovácsolt alabárgyaik sápadtan villogtak. Eltátották a szájukat, amikor meglátták a királyi menetet. Még az angyalkák is abba hagyták a hancúrozást, és kíváncsian nézték a furcsa viseletű idegeneket. Különösen László király sarkantyúit csodálták. Hanem az őrök, azok összefutottak nyomban. Zendülés! Rikoltották. Zendülés! Riadó! Alabárgyaikat nekiszegezték a közeledőknek. Állj! Kiáltotta parancsnokuk. Kik vagytok, és mit akartok? Ne, te ne! Nevett el magát László, és csípőre tette vaskesztyűs kezét. De megriadtak ezek a mezítlábasok! István király megállt. Fölemelt fejjel szólott. Az úrhoz jöttünk, alázatos szóval, magyariak vagyunk. Nem tudjátok a rendet? Pattogott a főcsuhás. Iratkozzatok föl elébb Gábriel parancsnoknál. Aztán várjatok sorotokra. Nem lehet ám ide csak úgy betörni, miféle dolog ez. Látszik, hogy valahonnét Ázsiából jöttetek. Bár onnél jönnénk, szakadt föl Lászlóból újra az indulat. Tudom, hogy nem így állanának akkor előttetek, fegyvertelen kézzel. Ne lárvázz, hetvenkedett a mezitlábas. Kifelé innen, egy-kettő? Én István vagyok. Magyariak első királya, egyenesedett ki az ősz király. Bebocsátást kérek az úrhoz. Mit bánom én, akárki is vagy? Feleselt vissza a főőr. Kivételezés nincs. Tartsátok be a szolgálati utat, és kész. István király hangja megkeményedett. Rossz a füled, szolga. Nem hallád, mit mondék? István vagyok, az első apostoli király. Bánom is én, öreg, hogy mi voltál odalent, mérgelődött a csuhás. Itt egy szám vagy a kegyesek kórusában. Semmi több. Ha nem nézném ősszakálladat, mást is mondanék. Így csak annyit, hogy jobb, ha szaporán elhordod magad. Hínye, ezer kún koponya, dörrent föl László. Így beszélsz te? Magyariak urával? Akitől retteget Róma és Bizánc? Ebadt a mezitlábas. Hordd el orrom elől a piszkafádat, mert elkapom a végit, s úgy a fenekedhez verem, hogy 60 püspök sem imádkozza le rólad, amit kaptál. Már azon volt, hogy be is váltja az ígéretét, amikor hirtelen vakító fényesség csapott alá föntről, a lépcső tetejéből, s megdermedt tőle minden mozdulat. Egészen fönt, a kék márvány könyöklőn Jézus állott. Mi történik itt? Kérdezte, s hangja zengett a kupola alatt. A mezitlábasok térdre estek, s eltakarták arcukat. Térdre csuklott Erzsébet is, követte Imre, majd Margit. Lassan térdre ereszkedett az ősz király is. Csak László állott még, megszegett fejjel marconán. Mi történik itt? Ismételte meg Jézus a kérdést odafentről. Zendülés! Nyögte a mezitlábosok feje. Fölséges Jézus úr! Alázatosan könyörgünk engedelmed, de ezek az idegenek egyszerűen betolakodtak ide. Idegen vagy magad, mordult fel László. Krisztus úr, tégy igazságot! Kik vagytok? Magyari szentek, s mi dolgotok itt? Fölséges atyánk elejébe jöttünk, hogy számadást tegyünk vélem magyariak dolgáról.
s miért nem tartjátok be a szolgálati utat? László fölnézett a könyöklőre, aztán nagyot sóhajtott ott a lépcsők alján. Krisztus úr, te tudod, hogyan van az. Az embert fölrólják egy hosszú lista végére. Aztán sok idő múlva, egy napon ide terelik, mint a birkát egy rakás kegyes között, ahol már hosszú sorokban állanak mindenféle népek. Aztán énekelni kell, meg imádkozni rogyásig, és mikor már az embernek kóvályog a feje a sok malasztól, akkor egy szempillantása oda kerül a fölséges atya úr elé, de csak annyi időre éppen, hogy átadhassa az előre elkészített írást a fóhászról és panaszokról, s már taszigálják is tovább ezek a mezitlábasok. Megkövetlek, Krisztus úr, de nem magyari vitéznek való mesterség ez, s a magyari nemzet sok baját s veszedelmét ilyen kutyafuttában elé adni amúgy sem lehet. Annyi sok ott a baj, mosolygott alá Jézus. Annyi, uram! Felelte László, s münk ezért elhatároztuk, hogy rend ide, rend oda, eljövünk magunk a fölséges atyához, s megkérjük tisztelettel, hogy hallgasson már meg egyszer végig a mi dolgainkat. Mert münk bizony, Krisztus úr, akár szemtek vagyunk, akár pedig nem, de elsősorban mégiscsak magyariak vagyunk, akik nemzetünk javát munkálni el nem mulaszthatjuk, még eme égbeli tisztesség kedvéért sem. De rég igyekezett. Bólintott Jézus a könyöklőn, mert szeretet, s hűség vagyom benne. Bizony mondom, sokan tanulhatnának hűséget tőletek, magyari szentek. Ám de gondoljátok meg, s vegyétek észbe, hogy a ti népetek mindössze néhány milliócska csak, s hogy a rajtatok kívül még sok százmillió ember lakozik a földön, s mindenütt annyi a baj és a nyomorúság, hogy elsősorban a százmilliókon kell segítenünk, s csak azután jut ráérő időnk az apró nemzetecskék bajaira. Vegyétek eszetekbe ezt, magyariak. Tudjuk mi ezt jól, Krisztus úr, válaszolt László. Ám de, észben kell tartsuk azt is, hogy ha sokáig várunk még, nem lesz kín segíteni többé, mert úgy fogyám odalent a magyar, mint árvízben a manyréknyi búzamag, s ha egyszer csírája vész a magnak, hiába szeresszük vissza jussát a termőföldhöz, s még valami egyebet is észbe kell tartsunk, Úr Jézus, ha maréknyi is csak a mi nemzetünk. De annyi igaztalan dolog történt véle évszázadokon át, hogy százmilliós népnek is elegendő lenne. Mert nincs még egy nemzet oda lenne a földön, uram, mely igaz tettének, s hű szándékának annyi kárát szenvedte volna, mint a magyar. Valamennyi nemzet egybefogva nem adott annyi vért, te érted, Jézus, s valamennyi nemzet együttéve nem aláztatott meg annyiszor, mint a mi nemzetünk. Hidd el, Uram Jézus, hogy nem igaztalan dologban járunk, amikor jussát keressük az Atya Úrnál magyari nemzetünknek, mert biza, nagy mulasztás esett ezen a népen, Uram. Nocsak, csóválta meg Jézus a fejét odafönt. Hadd halljam, mi az a rettentő nagy mulasztás? Szólj hát, s én meghallgatlak. Azzal neki támaszkodott kényelmesen a márványkönyöklőnek, s szelíd türelemmel nézett alá Lászlóra. Az pedig sóhajtott egy nagyot, s mondani kezdte. Hát bizony, Uram Jézus, amikor a magyari nemzet bejött Európába, nem kicsike voltam, hanem nagy és hatalmas.
Kopjás hadai elől semmiféle ország meg nem állott, s a magyari lovak patkóinak nyomát Ázsiától tova Spanyolhonig nyögték a mezők. Megtehette volna, hogy nem hagy követ kövön, s ma Róma helyén kecskék legelnének, s az Angilus tengerpartján magyari halászok szárítanák a hálót. De nem tette ezt, hanem inkább szerződést kötött a kereszttel. István apánk itt tette a kötést, amely pedig így szólt volt, bástyája lészen a magyar a nyugatnak, s a keresztnek védelmező pajzsa, s ennek ellenében a kereszt fiává, s a nyugat pedig testvérévé fogadja magyariak nemzetét. Így szólott volt a kötés, Uram Jézus. Nem vala könnyű dolog, amit magunkra vettünk, de viseljük becsülettel. Bé eresztettük gyepőink közé a sváb lovagurakat, meg talján papokat. Földet adtunk nekik a magunkéból, s néztük, miként sújtják agyon a keresztel vezéreink legjobbjait, miként gyötrik és dúlják népünket, mely régi hitétől megválni nem akart. De állottuk a kötést, önmagunk ellenében is, bármilyen nehéz volt. Állottuk, Uram, s állottuk akkor is, amikor fegyverrel fogadtuk a kúnrokont, ki prédálni készült gazdag Európát, s felesbe kívánta megosztani velünk germán és frank urak kincses ládáit. A tatár rokon felénk nyújtott jobbját sem fogadtuk volt el, s odapusztultunk inkább, sem hogy megszegjük a kötést, amit tettünk a kereszttel. Így vérzett el a magyar, Úr Jézus, a te szent nevedért, Európa gyepűjén, egy ezred év során. Örökségül adtuk utódainknak a nyugat védelmezését, s a te szent tanításodat, s utódaink hűséggel tartották azt, mind a mai napig. Ha harcolni kellett, vérüket adták, s békesség idején befogadtak a magyar tető alá minden jött-ment idegent, ki a te nevedben védelmet keresett. Így fogyott a magyar, s így hízott kövérre, országunk földjén a kegyesen befogadott koldusok hada, akik megsokasodván odáig vetemettek, hogy maguknak követelték azt, ami a miénk, szent koronád országát darabokra vagdalták arcátlan kapzsiságukban. Hát azért jövénk most, hogy számadást tegyünk az Atya Úrral a kötés dolgában. Mert bizony, sem a kereszt, sem a nyugat nem állta a szavát. Mostoha fia maradt Rómának a magyar örökkön örökké, s nyugat népei nem, hogy testvérül fogadták volna védelmezőjüket, de midőn legyöngült, úgy bántak vele, mint megunt cseléddel, ki dolga végeztével árokpartra löknek. Tekints alá, Uram, s ítélj magad! Jaj szótól hangos magyariak hona, s kiügyel jajára! Földön futó magyarok ezrei tapossák gazdag, nyugatod ország útjait, s kigondol velük. Bezzeg meghallál a nagyurak füle, amikor kunok, tatárok és törökök fegyvere csörgött dús szérűik alatt. Jó volt akkor a magyar őriző ebnek. Most aztán tömik fülüket kegyes szavakkal, hogy ne kelljen hallaniok Pannónia felől a haldoklók hörgését, mely segítségér esd a vaksötét világban. Bezzeg, nem voltak restek ékes palotákat emelni hosszú századokon át, míg a magyar vérét csorogtatva
állotta a várdát kint a gyepűn, de most oljukban sem szorítanák helyet a hontalan magyarnak. Csak finnyás orrukat emelik, koldus rongyai láttán, s cifra kincseikkel barbárnak csúfolják azt, ki nem ért rá kincseket gyűjteni, mert hűséggel hullatta a vérét a kötés szerint, hogy ők az alatt békében hasat ereszthessenek a háta megett. Felforr az indulat az emberben, uram, mindezeknek láttán. S bizony, ha újra kezdhetném földi létemet, ma már nem a kúnok fejét szabdalná pallosom, hanem úgy verném szét ezt a sok pöffeszkedő ribancot, hogy néhány ezer évig megemlegetné álnok Európa magyariak nevét. Hát így, Uram Jézus, pajzsa voltunk a keresztnek, s bástya a nyugatnak ezer évig. Most aztán eljövünk, hogy számon kérjünk nemzetünk jussát a kötés szerint. A szavak döngve dübörögtek végig a kék bolt évek alatt. László páncélos alakja keményen állott és egyenesen, arcát indulat föstötte pirosra. A többiek pedig még mindig térdeltek. István király lehajtott fejjel révett maga elé. Margit kigyúlt arccal és csillogó szemekkel nézett föl Jézusra, két keze összetéve, mint néma könyörgés. Imre herceg fiatal arcát bánat felhőzte, és Erzsébet reszketett a félelemtől. A mezitlábasok ott a lépcső körül sápadtan és hüledezve hallgatták a pogány beszédet, s mennydörgést vártak, meg villámokat fentről. De csönd volt a szavak után, mély csönd. Az Úr Jézus mozdulatlanul állt a könyöklőnek dülve, s elgondolkodva nézett alá. Mi a neved? Kérdezte végül is. László vagyok, uram, Árpád véréből való, magyariak királya, Jézus Úr kardja, a kereszt oltalmazója, miként mondották volt annak idején az idegenek. Nagy benned a szeretet, László, mondta csöndesen Jézus, de nagy benned az indulat is. Megkövetlek, uram, magyari vér vagyok, s nem nézhetem indulat nélkül, miként tapossa nemzetemet, mindam a hitvány, ki létét köszönheti neki. Kötésről szóltál, folytatta Jézus szeliden. Ami lett volna az Atya Úr és ti köztetek. Kitette volt e kötést? István király, felelte László, itt térdel előtted, uram, szólj hát, István apánk! Az ősz király fölemelte a fejét. Én tettem a kötést, mondotta, s hangja végig reszketett a kék oszlopcsarnokon. Jézus néhány pillanatig gondolkodva nyugtatta rajta a szemét. Te tetted hát a kötést a magyar nemzet nevével. Az Atya Úr nevével kiszólott. Csönd volt a kérdés után. Magyariak szeme Istvánra szegeződött, aki mozdulatlanul maga elé meredve térdelt a márvány lépcső alatt. Szólj hát, István apánk, bíztatta László. Az öreg király hangja remegett. Koronát küldött a pápa őszentsége, és apostoli címet adott hozzá. Az Atya Úr nevével kitette véled a kötést? Ismételte meg Jézus odafönt a kérdést.
Az idegenből jött papok és lovagurak mindazt mondták, uram! Az Úr Jézus hangja megszigorodott. Harmadszor kérdem, István, kit küldött az én atyám maga helyett, hogy megtegye véled a kötést? Ott volt Gellért úr, a püspök, felelte István király, és mások is, sokan. Pápa őszentsége holdfordulásként dicsérte, és úgy éreztem, uram, egész lelkemmel hittem, mintha valami feneketlen nagy mélységbe zuhant volna a hangja, olyan volt, tompa, tétovázó. Magyari szentek lelke megdermedt, sötétben érezték magukat, s úgy, mint aki alól kihullott a padló, amelyen eddig biztonsággal állott. Egy ezer éves tévedés sötét árnyékát érezték maguk fölé borulni. És akkor megszólalt az Úr Jézus, szelíd, dorgáló hangja odafönt. Látjátok, látjátok, magyari szentek, olyasmire hivatkoztok, ami nincsen. Olyasmiért indulatoskodtok, ami nincsen. Aratni akartatok, ahol nem vettettetek. Bizony mondom néktek, amire az én atyám ígéretet tészen, az erősebb, mint a szikla, és tovább tart, mint az idő. Ti önmagatotokkal tettetek kötést, s most az én atyámon keresitek azt, amiben tévedtetek. Ti lelki érdemekkel akartok földi birtokot nyerni, pedig én megmondottam volt. Aki az én utamra tér, az mindeneket elveszít a földön. Ti a mennyei birodalom ígéretét földi birodalomra akartátok átváltoztatni, magyarok. S ha tettetek is valamilyen kötést, azt emberekkel tettétek. S az emberek szava elszáll, miként a füst. Hálát vártatok a föld népeitől. Nem tudjátok, hogy az adós gyűlöli azt, akinek tartozik? Ám de megmondotta az én atyám, az igazak el nem vesznek. Mit kételkedtetek hát, magyari szentek? Ha igazat cselekedett a nép, melynek szólói vagytok, a pokolnak minden hatalmassága sem vehet erőt rajta, mert az én atyámnak szeme az igazakon vagyon. Megállj, Úr Jézus, szólt közbe László, éppen itt vagyon a baj. Nem tudjuk, hogy hol cselekedtünk-e, és igazat, és jó-e, mikor, mert arra val minden odalent, hogy hasztalan védtük a keresztet, és őriztük nyugat hitét, ezer esztendőn át jutalom helyett büntetés következett. Vajon nem megfordítva kellett volna-e keresnünk az igaz utat nemzetünk számára? Vajon a kúnok feje helyett nem-e a lovag urak fejét? Hely, László, László, szólt alá az Úr Jézus szigorúan. Nem tudod, hogy aki fegyvert fog, az fegyver által vészel. Bárki ellen is emeli a fegyvert, az én atyám teremtményét sújtja vele. Harcos, kemény volt a te néped. Harccal lett hatalmas a földön, s így harcok által kellett megkisebbítessék, és harcok árán megpuhítassék. Ez az Úr törvénye, és ezt úgy látom, nem tudjátok ti jól, magyariak. Nagy csönd volt a szavai után. Magyari szentek lehajtották a fejüket mélyre. Aztán István király mozdult meg elsőnek. Lassan és öregesen fölállt a térdelésből, sóhajtott,
és válláról levette a király palástot. Reszkető kézzel emelte le fejéről a szentek koronáját, s a palástal együtt letette maga elé az udvar kövére. Aztán fölnézett az Úr Jézusra. Szeme bánatos volt, de az arca kemény. Hát akkor, Úr Jézus, mondta csöndesen az ősz király, úgy látom, tévedésből kerültem csak ide. Megkövetlek a tévedésért, s itt a palást, meg emitt a korona. Ha István tévedett is, engedd el, vajk szolgádat békességgel oda, ahol a többi magyariak várják az ítéletnek napját. Ha nekik rossz, amiért az én utamat jártam, nekem se legyen jobb, uram. Rendre fölemelkedtek mind a magyari szentek, levették fejükről a szent koronát, s letették maguk elé a földre. Aztán csak álltak ott némán, födetlen fővel, szorosan, együtt. Ekkor az Úr Jézus fönt a könyöklőn megcsóválta a fejét, és alászólt mosolyogva. Bizony mondom néktek, könnyebb a tölgyfából fűzfa kosarat fonni, mint szentet csinálni a magyarból. Vegyétek föl csak újra e királyi jeleket, mert megilled benneteket, mondom. Avagy nem tudjátok-e, hogy az én atyám azokat sújtja elsősorban, akiket szeret. István, István, nem te voltál-e, ki vérét vetted önnön nemzetednek is, midőn ellene szegült az igaz útnak, mely önnön hitet szerint igaz volt? S te, László, nem karddal verted-e be a templomokba a bűnösöket? Ti magatok megtehettétek? De lázadtok, ha az én atyám ugyanezt cselekszi. Szenvedés tisztítja, és teszi naggyá a népet. S bár nem az én atyámmal tettétek a kötést, hanem a magatok lelkével, lám megmondom néktek. Az Úr tartja a kötést magyarok népével mégis, mert hittel tettétek, s hittel állotta a nép ezer esztendőn keresztül. Ahol pedig hit vagyon, ott vagyon az Úr is, az én atyám. Békéjetek meg hát, magyari szentek, s ne azt nézzétek, ami van, hanem azt nézzétek, ami lesz. Az én atyámnak akarata folytán. Mert bizony mondom néktek, a szenet egy-kettőre tűzre vetik, s nagy lánggal ég, de még a füstje is elszáll, s nyoma sem marad. Ám a gyémántot addig csiszolja és gyötri a mester keze, míg a benne lévő nemes kristály minden fénye és csillogása meg nem mutatkozik. Így teszen az én atyám is e földnek népeivel, kik hasonlatosak ő előtte az ásványi anyagokhoz, melyekből az ember is vétetett. Ne irigyelje hát a gyémánt, a szenet, és ne békétlenkedjék, ha hízott kövekkel lát tespedni a mezőn, kit nem ér reszelő és nem sújt kalapács. Füstje sem marad a szénnek, s az értéktelen mezei követ elmálasztja rendre a tespedés. Ám de az igaz drága kő egyre fényesebben ragyog a mesteri kéz próbái alatt, s fénye betölti rendre a világot. Lássátok hát,
hogy nem feledkezett meg az én atyám magyarok népéről. Azzal intett az Úr Jézus odafönt a könyöklőn, s az oszlopcsarnok két kupoláján ketté nyílt a kárpit, s egyszerre rettentő fényesség öntött el mindent. A nagy fényességből pedig kihallatszott az Úrnak a hangja, amint éppen tolba mondotta az írodeáknak. És elrendelem továbbá, hogy Mezőgyomoson Kardos kis Péternek fiúgyereke szülessék. Hitben erős, akaratban bátor és lélekben tiszta legyen. Hasonló képpen gyermeke szülessék szegény Nagy Sándornak, Árva Búzs Balázsnak, Keserű Péternek, Törődött Ferencnek, s másoknak nagy számmal. S mindezen születendő magyarok legyenek hitben erősebbek, akaratban bátrabbak, és lélekben tisztábbak az ő atyáiknál, és sorsban szerencsésebbek. Ezennel elrendelem, szemvakító fényességben egyenként hulltak térdükre a magyari szentek, szemükből kicsordultak a hála könnyei. Végig gördültek a ragyogókék bádimentumon, valahol egy kislikon kiestek, s aláhullottak a földre, s minden csepp egy-egy újszülöttnek hullott a homlokára. Magyar karácsony Bajorföldön. A piszkos kis Bajorváros utcáit északi szél söpörte. Fölkavarta a szemetet, a romházak törmelékét, és sercegve szórta rá a vakulatlan házfalakra. Alacsony, rosszkedvű felhők húztak el a szélben a város felett. Apró szemű eső hult belőlük, fagyott eső. Mintha gonosz kis gombos tükkel szurkálta volna tele a nyírkos levegőt a szél. Az ócska iskola épület kéménye kísértetiesen süvöltött. A papírral leragasztott ablakok mögött lomposan és vontatottan kínlódott a menekültek élete, ez a monoton, örökösen hétköznapi élet a maga sivárságával, ahogy az immár negyedik éve hurcolták ebben az idegen és ellenséges világban. A földszint konyháján három asszony hámozta sóhajtozva a krumplit. Ott kuporogtak a repedezett kemence körül színét vesztett szvetterekben, és fázós lábuk sűrűn verdeste lyukas cipőiket a konyha rücskös kőpadlójához. A kemencéből időnként csípős füstöt vert ki a szél, s a füst ellepte a nagy üres konyhát. Az ősz hajú zongoratanárnő néha belekezdett valami történetbe, de a másik kettő mintha nem is hallotta volna a szavait, s így ő is abba hagyta egy idő múlva. A kegyelmes asszony néha letette a rozsdás krumpli hámozókést, és oda tartotta meggémberedett öreg ujjait a tűzhöz. A jegyzőné nagyokat cipogott, s nem lehetett tudni, hogy a gondolatok hatására érzékenyülte el, vagy egyszerűen csak nem volt zsebkendője. Kint a folyósón néha léptek, kongtak. Valaki csikorgó fülű vederrel szaladt ki a kúthoz, valaki fát cipelt föl a korhat falépcsőkön, s a lépcsők nyikorgásain számolni lehetett, hogy mikor ér föl az emeletre. Mindezek a zajok olyan elhagyottak és kietlenek voltak, hogy a három asszony ott a konyhában csak kuporgott lehajtott fejjel a krumplistál körül, s egy idő múlva már a zongora tanárnő sem merte megtörni a csendet, amely úgy borult reájuk a keserű füsttel együtt,
mint maga az elhagyottottság. Az emeleti tanteremben ugyanúgy a homályos szomorú csönd volt. A pokróc függönyökkel szétosztott rekeszekben lompos szalmazsákok áporodott levegője ült, mint egy nehéz, fekete hangulat. A papírral beragasztott ablakok alig voltak világosak, s a dísztelen falak szögleteiben árnyak lapultak ugrásra készen. Tengelic, a szabó, néha megcsattogtatta odabent az ollóját, s ez az olló csattogás szinte valószínűtlenül hangosan nyillalt ilyenkor keresztül a termen. A volt vármegyei főjegyző, az aznapi kályha ügyeletes, néha megmozdult a rekeszében, óriási rongy papucsaiban kicsoszogott a terendégibe álló hasas plékájhához, és gondos lassúsággal megtömte örökké éhes száját. Hallani lehetett, ahogy a vasajtó kinyílt, s egy idő múlva becsapódott megint. Aztán a főjegyző visszacsoszogott az odujába, s egy ideig újra nem mozdult semmi. Pedig legalább 20 ember volt a teremben, minden rekeszben matatott valaki. De a 4 év óta egymáshoz préselt élet kiölte belőlük a szót, s a mozdulataikat is lefékezte, mintha féltek volna a hangoktól. De mit is mondhattak volna még egymásnak? Tudtak egymásról mindent a legapróbb részletekig. Ismerték a szavak hangsúlyát, a mozdulatok legintimebb ferdeségeit. Szinte írdóztak már egymástól, a megszokott szavaktól, a mozdulatoktól, a zajoktól, melyeket egy-egy rejtett mozdulat, egy-egy fölsercenő szalmazsák okoz. Szerettek volna hang nélkül élni, mint az árnyék, s írdóztak önmaguk testiségétől, mely képtelen arra, hogy árnyékká váljék. Valahol papír zizegett időnként, s mindenki tudta, hogy az állomás főnök spanyolul tanul. Odé, mintha egér kapirgált volna. A tábornok faragta a megyfa szipkákat, amiket szép időben árulgatott a vendéglő előtt. Tengelic egy bajor, fűszersegéd téli kabátját fordította át 3 kiló zappe helyért, s azt is tudta már mindenki, hogy abban a kabátban egy budapesti cég címkéje volt valamikor. A főjegyzőjéknél halkan nyöszögött a dohányvágógép, és hallani lehetett azt a semmit mondó kis neszt is, ahogy az asszony az eladásra kerülő cigarettákat töltötte. Az eltaposott élet vonaglott mindenütt a rekeszekben, mélyen a nyomorúság alatt, de vergődve, kínlódva, próbálkozva még mindig. S erre a vonaglásra úgy súlyosodott a csönd, mint egy roppant, szürke malomkő, s a szél süvöltött kint az idegen a romutcán, s a felhők súrolták a didergő ablakokat. Aztán nyílott az ajtó, és valaki végigment a függönyök közötti folyósón, és betért az egyik rekeszbe. Hideg levegőt, északi szél szagát hozta magával, és nyers erdőszagot. Cseke Márton volt, a csíki főszolgabíró, mintha fenyő illat jött volna vele. De csak egy pillanatig lehetett érezni a levegőben, aztán elnyelte azt is a terem. Később gyermekek jöttek be nagy zajjal, szétoszlattak a rekeszekben. Hallani lehetett, hogy az egyik hangosan mondja. Anyu, tudod, mit láttam? Egy gyönyörű szép karácsonyfát, és mellette egy gyönyörű szép angyalkát. És a karácsonyfa alatt annyi gyönyörű szép mindent. És volt egy baba, anyu, akinek kék volt a szeme,
és egy picike ágyban feküdt. Néhány pillanatra megdermedt a csönd a szobában, mintha még Tengelic kezében is megállt volna az olló. A dohányvágó sustorgása sem hallatszott, a bicska faricskálás sem, semmi. Csak a lelkes leányka hang csilingelt a terem kopár falai között, aztán elhallgatott az is. Valahol sóhajtott valaki, és nem lehetett tudni, hogy ki volt az. Talán a terem maga. Talán valamelyikük gondolata sóhajtott föl abban a percben. A kéményben felnyögött a szél. A főjegyző ócska papucsa csoszogva megindult át a termen a kályha felé. Aztán a folyóson hirtelen felhangzott a jól ismert kiáltás, ebédosztás! A terem megmozdult, mint egy álmából riadó százlábú. Edények csörömpöltek, lábak dobogtak, csapódott az ajtó. Az emberek szaladva mentek egymás mellett lefele a lépcsőn, de nem mertek egymásra nézni, valahol ott csengett még a fülükben a leányhang, valahol ott volt közöttük, és égetett a szemek között. Aztán Kiki felhozta ünnepélyesen a maga krumpli levesét. A teremnek telt az evés hangjaival, majd lassan elült az is. Egymás után hordtak ki innen és onnan is, megürült edényt, majd hozták vissza kimosra, vizesen a kútról. A főjegyző gondterhelten állt a kályha mellett, s a maradék fát nézte a kosárban. A sok ajtónyílástól lehűlt a konyha levegője. Valaki azt mondta, lopni kell estére még egy kosárral. A zaj rendre elült. Itt-ott sercegett a szalmazsák, ahogy valaki végighevert rajta. Az ablakokra lassan homály ereszkedett. Csak a szél kavarta odakint tovább a város szemetjét, s leheletét érezni lehetett az ablakok közelében. Senki sem tudta volna megmondani, mennyi idő telt el. A mennyezet homályos sarkaiból lompos sötétség ereszkedett alá, mint egy nagy, poros pókháló. Valaki felkattantotta a villanyt. A terem mennyezetén kigyúlt a magányos, árva égő és üres, hideg fényt hintett a rekeszek közé. Este lett. A két férfi elment fát lopni az üres kosárral. Sokára tértek vissza. Valaki közülük káromkodott, és szitta a szelet, meg a bajorokat. Aztán újra csend lett, és a csöndben megszólalt váratlanul egy gyerekhang. Apuka! Odahaza, ma van karácsony? Egy morgó hang felelt rá. Ne úgy tartsd a ceruzát, fiam! Úgy sose tanulsz meg szépen írni, mutattam már. A terem lehunyta a szemét, és érezni lehetett, hogy könnyek sajognak a szemhéjak alatt. Aztán egyszerre csak a Csekemárton rekeszében valami megmozdult, mintha valaki egy helyben topogott volna. Majd meglebbent a pokróc függöny, s Csekemárton kilépett a kuckójából. A terem közepéig ment a lámpa alá. Valamit letett a földre, valami súlyosat, ami koppant, mintha egy szék lett volna, aztán gyuvasercent. A fülkék visszafolytott lélegzettel figyeltek, mint akik remegve félnek valami váratlantól. Aztán egyszerre csak egy rekett, magányos férfi hang énekelni kezdte ott a terem közepén, a mennyből az angyalt. Döbbenve figyeltek a falak. A magányos hang árván, szomorúan és rekedten bolyongott közöttük, mint aki keres valamit, ami nincsen. Aztán fölcsapódtak a pokrócok, és sápat arcok bámultak előriadtan.
A terem közepén, a lámpa alatt kopott székre téve egy kis karácsonyfa állt. Tetején ezüst papírból kifaragott csillag, ágain néhány árva dísz és két kis égő gyertyavég. Ez a szomorú kis karácsonyfa előtt ott állott Cseke Márton, frissen borotvált arccal, kopott ünneplő ruhájában, és fájdalmasan csillogó szemekkel nézett föl a csillagra, s énekelte a mennyből az angyalt. Az emberek ott álltak, mindenki a makaregeszének a nyilásában, és szinte ijedten nézték Cseke Mártont és az árva kis fenyőfát tetejében a csillaggal. Kezük lassan összekulcsolódott, s a szemük megtelt könnyel. Ne, karácsonyfa! Sikított el magát egy gyerekhang, s a sikítás úgy vágott bele a szívekbe, mint egy éles, kegyetlen penge. Az egyik rekeszben valaki felnyögött, jaj! És hallani lehetett egy megreccsenő szalmazsákot és egy folytottan feltörő zokogást. De akkor már nem egyedül énekelt Cseke Márton. Néhány folytott hang vele zümmögte a dalt, s a lehajló arcok árnyék barázdáiban gördülő könycseppek izzottak. Mire a dal véget ért, a terem gyerekei ott állottak már Cseke Márton mellett, és csillogó szemmel néztek föl a csillagra, mely úgy szikrázott a szegényes kis karácsonyfa tetején, mintha nem is erről a földről lett volna. A csönd bezárult az ének mögött, mint egy nagy, feketesebb, és akkor megszólalt Cseke Márton mély, reket hangja. Imádkozzunk, magyarok! Vas Albert, valaki tévedett, elbeszélések 1945-1950. A vállak megtörtek, a fejek mélyen aláhajoltak, s az összetett kezek ujjai úgy kulcsolódtak egymásba, mint valami tépett, görcsös, vén gyökerek, melyek a földön túliba szeretnének megkapaszkodni, mivel ezen a földön már nem jut számukra hely. És Cseke Márton mondta, Uramisten, itt állunk, látod, bujdosó magyarok, te előtted a szeretet ünnepén. Karácsonyfát gyújtottunk önk is, a te tiszteletedre, Uram, s emlékezésül arra az időre, amikor még otthonunkban éltünk. A szeretet győzelmét kellene jelentse ez a mai nap. A szeretet győzelmét a világon. De bizony, Uram, ez a világ ma nem a karácsonyfák világa, nem a csillagok és nem a gyertyák világa. Fekete világ ez, Uram, melyikben élünk. De lásd, münk már nem lázadozunk többé, s nem keresünk többé, mert megismertük magunkat a te kezed súlya alatt, s megtanultuk, hogy a nagy dolgok nem országok és népek vezetőin múlnak, hanem egyes embereken külön-külön, mind valamennyin. Mindnyájunkon ott volt a hiba, Uram, s te ítéltél fölöttünk. S tudjuk már azt is, hogy ez a te legfelsőbb ítéleted addig szól, ameddig lélekben megtisztulván méltóak leszünk arra, hogy megkönyörülj rajtunk. S ezért, Uram,
A mai napon csak arra kérünk téged, siettesd de világnak népeit, hogy fölismerjék hamar minnyájan a te törvényedet, mely szerint a békességnek dolgát nem tárgyaló termekben, hanem külön-külön minden ember a maga lelkében kell elrendezze, kipusztítván onnan az irigységet, a gyűlöletet, az önzést, s megnyitván azt a szeretet számára. Mert nem az az igazi békesség, amit zöld asztalok mellett papírosra írnak, hanem ami az emberiség lelkéből árad. Külön-külön minden ember lelkéből a maga békessége. És az a sok kis békesség összeforván meghozza az áldást a világra. De siess, Uram, az emberek megjavításával, mert lásd, őszbe vegyül már lassan a hajunk, s gyermekeink mellől otthontalanul múlik el a gyermekség ideje, s mi lesz az olyan lélekből, amelyiket már bimbó korában befagyasztott az élet sivársága, s mely örömtelenül sorva, de kietlen emberi sivatagban, aminek hontalansága neve. Cseke Márton hangja betöltötte a termet, s olyan volt, mintha neki feszült volna a pókhálós homálynak, mely a falakat lepte. Kint sűvített az idegen szél, de azt már nem hallotta senki. Az arcok fölemelkedtek, s a könyvtől csillogó fáradt szemek könyörögve nézték a csillagot, amelyik úgyan ragyogott ott fönt a szegényes kis fenyőcske csúcsán, mint ami már nem is erről a földről való. A sírkő. Sokáig nem vette észre senki, hogy Borisz, a bolgár szobrász, megőrült. Taposta ő is a kivándorló tábor életét a többiekkel együtt, tűrte a rendfenntartó gorombaságait, a ragacsos kilincseket, a folyósók mocskát, a kihallgató irodák tisztviselőinek pökhendiségét, egy szóval mindazt, ami a kivándorlással jár azok számára, akik az író jótékonyságára rászorulnak. Türelmesen várakozott ő is órák hosszat napokon át a folyósókon, amíg a nagyhatalmú írnok urak befejezték a kávézást, a tereferét, és kegyeskedtek délután elárulni, hogy miért rendelték oda reggel 8-ra. Egy este derült ki, hogy baj van vele. Ült az ágyán, lehajtott fejjel, mint aki nagyon erősen gondolkozik valamin, aztán egyszerre csak azt mondta. Szeretnék disznó lenni. Ez a kijelentés annyira meglepő volt, hogy mindnyájan elhallgattunk. Még a szakállas főorvos is abba hagyta az ezredessel való vitatkozást, és a lengyel fiú kezében megállt a szájharmonika. Borisz pedig ült az ágyán, s ahogy végignézett rajtunk, a szeme sötéten tüzelt. Igen, ismételte magacsul, törött németséggel, az ezernyelvű tábor nemzetközi volapükjén, szeretnék disznó lenni, mert irigylem a disznókat. Értik? Azért. Néhányan összenéztünk, valaki hátul a szoba sarkában fölnevetett, élesen, cinikusan. Te nem elég moslék neked ez az élet itt? De a szobrász, mintha meg se hallotta volna a szavakat. Szeme végig szögdösött a figyelő arcokon, aztán szaggatott, ideges hangon beszélni kezdett. Tudják, én szegény fiú voltam, és gyermekkoromban anyám elszegődtetett a községhez disznópásztornak. Maguk most nevetnek, pedig a disznók előtt
megemelheti a kalapját minden ember. Tudják-e, milyen jó szándékú, becsületes állat? 3 éven át jártam ki a legelőre velük, tavasztól őszig. Megismertem őket. Hűségesek, tisztességesek. Értik? Szerettek engem, pedig én nem is voltam disznó, csak ember. Nyelt egyet, s egy pillanatig maga elé bámult a padlóra. Aztán folytatta. Egy őszön makkoltatni küldtek föl a hegyekbe. Akkor történt, hogy farkasok kezdték kerülgetni a kondát. Volt a rám bízott állatok között egy, amelyik mindig külön járt a többitől. Egy rühes, sovány kis süldő. A többi nem tűrte meg maga között, mert maga alá piszkolt fektiben. Mert a disznó nagyon tiszta állat, tudják-e? Az elveri magától az ilyet. A konda szégyene volt ez a süldő, és éppen erre mentek rá a farkasok. Reggel történt. Alig valamivel virradat után. Éppen kitereltem az állatokat a karámból, s álmosan dűtöttem neki hátamat egy bükkfának, mikor a visítást hallottam. A kis rühes süldő megint valamivel távolabb túrt a többitől, s azt cserkészték be a farkasok. 4 támadtak reá egyszerre. De amikor én felütöttem fejemet a sivalkodásra, már valamennyi disznónak fönt volt a feje, s a következő pillanatban az egész konda összeröffent, s mint egy roppant fekete henger rohant reá a farkasokra. Képzeljenek csak el, 201 néhány disznót tömötten egymás mellett fölemelt ormánnyal rohanni, fújva és fogcsattogtatva. Szempillantás alatt elkergették a farkasokat, s a kis rühes süldőnek néhány harapáson kívül semmi baja nem történt. Én pedig sokat gondolkoztam akkoriban azon, hogy miért is védte meg a falka ezt az egyet, amit amúgy is kitaszított maga közül, s akit azután sem fogadott vissza soha. De csak most jöttem rá. Azért, mert disznó volt az is. Hát látjátok, ezért szeretnék disznó lenni. Mert irigylem a disznóktól a szolidaritást, ami az én emberi falkámból hiányzik. Mi tanukat hirdetünk, és jelszavakat halmozunk jelszavakra, de közben mindenki csak magával törődik, nehogy a kis ujját is mozdítaná másért. Ha akkor, ott az erdőn, az én disznófalkám is úgy viselkedik, mint ma az emberi társadalom, rendre az egész falkát fölfalhatták volna a farkasok, mint ahogy az embereket is. Fölfalja rendre a gonoszság és az önzés. Elsőnek talán engem, de aztán mást is, és végül mindenkit, mindenkit, még azokat is, akik most engem falnak föl az irodákban. Nem szólt többet, csak ült az ágyán, és hallgattunk mi is. Másnap eltűnt a szobából. Harmadnapon látták, amint egy súlyos hátizsákot cipelt be a táborba. Egyenesen az irodák felé tartott vele. A folyósó tömve volt némán várakozó, szomorú emberekkel, mint mindig, s a zárt ajtók mögül a tisztviselők gondtalan nevetése hallatszott. Ezen a folyósón állott meg Boris, a szobrász, és a hátizsákot hangos cuppanással leejtette a kőpadlóra. Az emberek némán is döbbenve nézték a borostás züllött csavargót, s egy festett körmű titkár kisasszony, aki aktákkal a hóna alatt ott haladt el éppen, megbotránkozva förmet reá. Mit akar itt?
A bolgár ránézett, és elvigyorodott. Majd közelebb hajolt a cifra kisasszonyhoz, ujját titokzatosan fölemelt, és úgy súgta, mint aki nagy titkot árul el. Hoztam maguknak valamit. Azzal lehajolt, és bontani kezdte a hátizsákját. Az emberek kíváncsian tömöttek köréje, s a kisasszony is állva maradt, és fölhúzott szemekkel várakozóan nézett a hátizsákra. Egy nagy, szürke, gránit tömb került elő onnan. Boris gyöngéden fölemelte, mintha gyermeket tartana a karjaiban, és letette a kisasszony lábai elé. Az emberek odahajoltak, hogy jobban lássanak, a kő egyik oldalán durva véséssel írás állt. Homo sapiens. Élt néhány ezer évet, fölfalta önmagát. A kő másik oldalán dombormíves faragásban Krisztus, a keresztván, fölötte nap, hold, csillag. Alatta egy emberfejű farkas, égnek meredő lábakkal, holtan. Az emberek nézték a követ. Mi ez? Kérdezte a hölgy csalódottan. Sírkő, felelte a szobrász, és kiegyenesedett. Szeme sötéten nézett végig az embereken, s a hangja egyszerre zúgni kezdett a fejek fölött, mint a tüzes orkán. Sírkő! Mindnyájatok sírja fölé! Sírkő! Az emberiség sírja fölé! Mert tudjátok meg, emberek, hogy akik ott bent az irodákban ülnek, fölfalnak benneteket, mint a farkasok. De őket is fölfalják majd mások, akik más irodákban ülnek, mert mindenki, aki irodában ül, farkasa annak, aki kívül marad az ajtón, mert mindenki, aki egy lépcsőfokkal följebb tud kapaszkodni, mint a többi, farkasa a másik embernek, nyomorult a nyomorultnak, üldözött az üldözöttnek, halálra ítélt a halálra ítéltetnek. Te, aki a sorban előbb állsz, farkasa vagy a mögötted állónak. Te ott, és te ott, és mindnyájatok farkasai itt ülnek bent az irodákban, és azoknak a farkasai megint más irodákban. 2000 millió farkas maragszik ezen a földön, s a Krisztust 2000 milliószor feszítik keresztre naponta. Amíg rendre szétrágjátok magatok körül a világot, ti őrültek, igen. Őrültek vagytok, őrültek, mert csak őrültek tehetnek ilyesmit. A folyósó népe ilyetten húzódott hátrébb, s a szavak ostorcsapásként vertek végig rajtuk. A kisasszony sikoltva beszaladt az egyik irodába, döbbent arcok néztek ki az ajtókon, valaki ideges hangon kiabálva telefonált. A szobrász pedig állt, szikrázó szemmel fölmagasodva, s a szavai sújtottak, égettek és izzóvá tették a sötét falakat is. És mindenki, aki hallotta, érezte, hogy azok a szavak valahol mélyen, tudat alatt, benne is égtek, sajogtak, és véreztek, és hogy egy őrült szája kellett hozzá, hogy felszakítsa őket a közöny alól, és kidobja a világba, mint borzalmas valóságot. Aztán rendőrök jöttek. A szobrászt még aznap elvitte valahova egy beteg szállítókocsi, és nem találkoztunk vele soha többet. A kő, amit sírkőnek nevezett, hosszú ideig ott hányódott még, a DP komisszió épülete előtt, ahova kilökték. Majd onnan is eltűnt. Ma akadtam rá megint, egészen véletlenül. Egy vándorcsoport indult útnak. Emberek, akiknek sikerült a különböző rosszindulatú irodák csapdáin átevickélni, s reménnyel,
és aggódás izgalmaival telítve tereltették magukat egy bizonytalan új élet felé. Segítettem ládákat emelgetni a vámolásnál, s az egyik ládából, ahogy a vámhivatalnok durva kézzel beletúrt, csak előtűnt a kő. Hát ez mi? Hökkent meg a vámos. A láda gazdája, egy ismert szociológus, aki mint földmunkás indult neki az új életnek, zavart mosollyal felelte. Emlék. A vámtiszt legyintett, és tovább kutatott a szegényes holmi között. Mikor a ládát leszögezték, odafurakodtam a földmunkássá lett társadalomtudós mellé, és fülébe súgtam a kérdést. Miért viszi magával? Az ember rám nézett, és láttam az arcán, hogy azonnal megértette a kérdést. Furcsán, szomorúan elmosolyodott. Hogy emlékezzek, ha valaha tanár leszek megint. Majd egy kis idő múlva hozzátette halkan. S ha nem, akkor odaállíthassam, ahová való, az emberi kultúra sírjára. Később láttam, hogy a ládát teherkocsira rakták, s elindították Amerika felé. És arra gondoltam, hogy milyen furcsa a világ. Lake Successben évek óta meddő vitát folytat egy rakás politikus, sok százezer irodában, sok százezer ember ül szerte a földön, és diktátorkodik különböző jelszavakkal milliók fölött. És egyetlen egy sincs, aki tudna arról, hogy egy őrült szobrász elkészítette már valamennyiük számára a sírkövet, s hogy az a sírkő most indult el Európából, és viszi hátán a rettenetes írást, Homo sapiens élt néhány ezer évet, fölfalta magát. Az áruló. Éjjel takarítják el őket, mint a szemetet, mondta keserűen a lengyel tanár, és szemére húzott kalapja alól nézte a kivándorló hajó gigantikus árnyékát, ahogy ott sötét lett előttünk a kikötőködében. Sovány arca elveszett a föltűrt kabát gallér mögött, csak a szemüvege csillogott harciasan, mint utolsó fegyverek, ahogy csillogni szoktak a letétel előtt. Mint a szemetet, meg a szégyent, ismételte csökönyösen, mert a szemét és a szégyen ma a szellemi ember Európában. Négyen álltunk a kikötő éjszakájában. A lengyel tanár, a bolgár festő, a német repülő százados és én. Négy éjjeli őr, négy európai, négy idegen, mert hiába voltunk Németországban, a német százados is idegennek számított. Mert lecsúszott egzisztenciák voltunk, éjjeli őrök, európaiak, hontalanok. Két egyetemi tanár, 16 orvos, 83 mérnök és 137 egyéb főiskolát végzett ember van a hajón, jegyezte meg szárazon a bolgár festő. Pénzben kifejezve 10 millió dollár kiképzési érték. Azon kívül egy költő, 6 muzsikus, 2 szobrász és 3 színész. Ezeknek előállítási költségeit nem tudnám fölbecsülni. Áru. Morgott a tanár. Hús, izom, csont, agy, szellem, áru. És katona? Kérdezte a százados. Nem tudom. Persze, az nem szokás tudni. A katonáról csak akkor tudják, hogy van,
amikor piacra viszi az életét. Akkor is csak rövid ideig. A lovak keresztek, gyorsan rozsdásodnak. Álltuk, és néztük a hajót, mely olyan volt színes lámpáival az éjszaka és a köd mélyén, mint valami szörnyeteg. A ködnek víz és hal szaga volt, és hallani lehetett a motorok tompa zúgását. A hajó indulni kezdett. Éjjel, lopva, mint a tolvaj, ki rablót kincset oroz. Két egyetemi tanár, igen, szólalt meg újra a lengyel professzor. Az egyik birkapásztornak megy, a másik tányérmosogatónak. A bizottság megtapogatta az izmaikat. Ott voltam, láttam. Soványak voltak, öregek is. Nem jó egyébre, mint birkát őrizni és tányért mosogatni. Könyveiket a világ összes könyvtárai őrzik. De ez nem érdekelt senkit. Rabszolgák kellenek, nem bölcsek. Hallgattunk. Mindegyikünk búcsúztatott magában valakit, akit néhány perc múlva örökre elvisz a rémséges hajószörny. Úgy álltunk ott, mint akik tömeg sír szélén állanak, összetett kézzel és visszafojtott lélegzettel figyelnek a mélyben. Nem hallatszik-e még egy búcsúzó sóhaj? De csak a motorok dübörögtek tompán, és jelzőlámpák sugárkévéje pásztázta a ködöt. És mi tudtuk, hogy soha nem látjuk többé azokat, akiktől búcsút vettünk. Barátomat, a román szobrászt örömmel vették föl vasútépítő munkásnak, mesélte hisztériás nevetéssel a bolgár festő. Olyan izmai voltak, mint egy gorillának. Végig tapogatta a paptól kezdve a titkár kisasszonyig mindenki, s azt mondták, ilyen kivándorló kell nekik. Hogy hány kitüntetés nyert szobraival Párizsban a háború előtt, az nem érdekelt senkit. Csak az izmai. A motorok erősebben felzúgtak, s a hajó mintha megmozdult volna. A bolgár festő levette a kalapját. A német sapkájához emelte a kezét. A hajó valóban megmozdult. Lámpái imbolyogtak a ködben. Ave Cézár, mondta halkan a tanár, és lehajtotta a fejét. Lassan távolodott a hajó. Én egy magyar családra gondoltam, s tudtam, hogy a férfi ott áll most valahol a hajó korlátjának dőlve, alig 100 méterre tőlem, és mégis iszonyúan távol, és könnyes szemmel nézi a távolodó partot, a város fényeit, a kikötő lámpáit, az utolsó lámpákat, melynek fénye még európai fény, s így rokon a kölni dommal, a Notre-Dame-mal, a hajdani kivilágított Budapesttel, a velencei lagúnák hangulatával, Dante komédiájával, Volterrel, Rembrandt halhatatlan színeivel, Ódon utcákkal. Láttam őt, barátom, az európai művészet sajgó szívű szerelmesét, ahogy a hajó korlátjának dőlve mered maga elé, és könnyei a hullámzó sötét vízbe hullanak. Reménytelenül kicsike gyöngyök a hatalmas szennyes víztömegben, s éreztem a növekvő távolságon át is, hogy arra gondol. Ha ő is utánuk zuhanna. De valahol a szörnyűségesen nagy és idegen a rabszolgahajó mélyén, egy rossz szalmazsákon, ott zokogott egy kis barna asszony, két gyermekét magához ölelve,
és ő érettük vállalnia kell a sorsot, hogy ahogyan jön, szürkén, robotosan, valamelyik ausztráliai ültetvény kapásai között. A hajó már rég eltűnt. A köd összeomlott mögötte, mint egy nagy, szürke, halottas lepel, s mi még mindig ott álltunk az üres kikötőben, négyen. A német pilóta százados, feszesen tisztelegve, a bolgár levet kalappal, a tanár zsebredugott kezekkel és előre nyújtott nyakkal bámulva a ködbe, mintha még mindig nem hinné, hogy valóban elment a hajó, hogy valóban elmehetett egy ilyen hajó, hogy mindez valóban megtörténhetett 1950-ben Európában. Aztán levette a szemüvegét, és lassan felénk fordult. Most pedig én is elbúcsúzom, uraim, de ne nyújtsanak kezet. Úgy búcsúzom, mint az áruló, és árulóknak nem szokás kezet nyújtani. A német százados megigazította fején a kopott bőrsapkát, és sóhajtozott. Szintén kivándorol? Nem. Ha azt tenném, nem lennék áruló. Mert aki ma, mint száműzött, szellemi ember, jó pásztornak megy ki Ausztráliába, az hű marad a szellemhez, és Európához egyaránt. Az kiírhatja a kunyhója ajtajára, így él a hontalan kultúra egy barbár világban. Aki ezt teszi, vagy beáll éjjeli őrnek, rakodó munkásnak, vagy zsákhordónak, az mindenképpen hű marad Európához. Mert okos és élelmes politikusok valamikor majd még jól megélnek abból, hogy ő nyomorultul pusztul el az ausztráliai buszban, vagy egy New York-i padlásszobában. Sok szemfüles kis akarnoka a különböző emigrációknak figyel most szelíd fejbólogatással, hogy melyik mártír hova vonul el meghalni, hogy számon tarthassák előrelátó statisztikájukban, s a várakozás jussán egyszer majd hatalomhoz juttassanak. Nem, uraim, nem. Én nem vándorlok ki, én áruló leszek. Én elárulom Európát. De ne nyújtsanak kezet. Úgy búcsúzom, mint az áruló, s árulóknak nem szokás kezet nyújtani. A német százados megigazította fején a kopott bőrsipkát, és sóhajtott. Szintén kivándorol? Nem, ha azt tenném, nem lennék áruló, mert aki ma, mint száműzött, szellemi ember juhászpásztornak megy ki Ausztráliába, az hű marad a szellemhez, és Európához egyaránt. Az kiírhatja a kunyhója ajtajára, így él a hontalan kultúra egy barbár világban. Aki ezt teszi, vagy beáll éjjeli őrnek, rakodó munkásnak, vagy zsákhordónak, az mindenképpen hű marad Európához. Mert okos és élelmes politikusok valamikor majd még jól megélnek abból, hogy ő nyomorultul pusztult el az ausztráliai buszban vagy egy New York-i padlásszobában. Sok szemfüles kis akarnoka a különböző emigrációknak. Figyel most szelíd fejbólogatással, hogy melyik mártír hova vonul el meghalni, hogy számon tarthassák előrelátó statisztikájukban, s a várakozás jussán egyszer majd hatalomhoz jussanak. Nem, uraim, nem. Én nem vándorolok ki. Én áruló leszek. Én elárulom Európát. Megtörölte a szemüvegét, köhögött.
Olyan volt a köhögése, mint egy rekett, gúnyos nevetés. Mi hallgattunk. A múló kövét locsolgatva verte a víz. Szemünk az eltávozott hajót kereste a ködben, de a köd üres volt és keserű szagú. Igen, folytatta a tanár, elárulom Európát, polgár leszek. Nem szellemi ember, rozoga, remetéje a kultúrának, koldus párja. Don Quixote leveti a páncélt. 30 kilométerre a várostól van egy kis halászfalu. Nyáron fürdővendégek lepik el, télen fókák hevernek a homokpadokon. Ebben a halászfaluban van egy vendéglő, egy özvegyasszonyi. Én ezt az özvegyasszonyt feleségül veszem. Don Quixote leveti a páncélt, és beáll vendéglősnek. Gratulálok, mondta a német feszesen. Sok szerencsét, hajtotta meg magát a bolgárfestő. Álltunk. A tanár halkan nevetgélt, felhajtott kabát gallérja mögött. Korsóban hordom ki a sört a vendégek asztalára, s elbeszélgetek velük az időjárásról. Este megszámolom a pénzt. Ismerni fognak az emberek, a helybeli kis tisztviselőknek külön törzsasztaluk lesz nálam, ahol az árakról, a politikáról és a halászleányokról beszélgetnek. Elbeszélgetek velük, s ők azt mondják, a vendéglős. Mennem kell, szólalt meg hirtelen a német. Le kell járjam én is a körzetemet, mondta a festő. Kezet fogtunk. Búcsúzni akartam én is, de a tanár megragadta a karomat. Maradjon még egy kicsit, mondta. Olyan mindegy, hogy ellopnak-e néhány deszkát, vagy nem. Valami fontosat kell elmondjak magának. Jöjjön. Üljünk le ezekre a gerendákra. Az ember elfárad egy idő múlva. És felettem már elmúlt egy kis idő. Leültünk. A német és a bolgár már eltűntek a ködben, csak a lépteik hallatszottak még messziről, s ezek az egyforma, távolodó koppanások olyanok voltak az éjszaka csöndjében, mintha apró kis emléktárgyak hullottak volna egymás után egy mélységesen mély kútba. Soha nem fogom látni őket, szólalt meg a tanár egy idő múlva, s a hangja szomorú volt. Nem tudtam, kire gondolt. A lovak keresztes német repülős századosra és a bolgár festőre, akik kollégáink voltak a bakterségben, vagy az eltávozott hajóra. A köd ránk nehezedett, és a lépések se hallatszottak már. A víz locsogott alattunk, s valahol messze felbúgott egy hajókürt a ködben. Maga író, kezdte el újból, és az írók szemtanúi az emberi világnak. Csak az megy át a múltból a jövendőbe, amiről a szemtanúk vallanak. Akarom, hogy az én árulásomról tudjon egy szemtanú. Egy szellemi ember árulásáról, amit Európa ellen elkövet. Európa. Mi az, hogy Európa? Ezt a kérdést kell legelőször is tisztázzam magával. Tudnia kell, hogy az én apám vendéglős volt. Egy kis lengyel városkában. A nevét el sem mondom, mert úgysem jegyzi meg. Nem is fontos. A vendéglő az állomás mellett volt. Elől az udvarán két nagy hársfa. S a hársfák alatt nyáron festett asztalok állottak. Tudja, milyen az? Egy olyan kis vidéki állomás mellett élni. Naponta 4-szer jön vonat. Az ember látja,
hogy kik szállnak ki. A Pék lánya, a fiatal postatiszt, aki szabadságra megy, a sarki fűszeres felesége. S kik szállanak be? Az orvos, a rendőrfőnök fia, a lókupec. De aztán ott látja az ember az ablakokból kihajolni az idegeneket, akikről nem lehet tudni, hogy kicsodák, honnan jönnek és hova mennek. És ezek mögött, az idegen arcok mögött megérez az ember naponta négyszer egy idegen világot, aminek neve sincs, csak annyi, hogy idegen világ. Én voltam az egyetlen gyerek, s apám szerette volna, hogy vendéglős legyen belőlem. De anyám, tudja, anyám ebből az idegen világból származott, Varsóból, a munkás negyedből, ahol szűk, kormos falak között szűk és sötét emberek élnek. Anyám sosem beszélt a szüleiről, de tudom, hogy nyomorúságban élő munkás emberek voltak, olyanok, akiket ma proletároknak neveznek általában. Anyám színésznő szeretett volna lenni, de csak egy vándor cirkuszig jutott el, ahol valami varázslónak a kísérője volt. Tudja, az a bizonyos leány, aki a levegőben kapja el az eldobott cilindert, behozza a kisasztalkát meg a terítőt, amiből a galambok és a nyulak jönnek elő, aki megköszöni a tapsokat és összeszedi a pénzt meg a cigarettát, amit odadobnak. Ilyen cirkuszi leány volt az anyám. Apám megvette őt a varázslótól. Megvette így, ahogy mondom. Mielőtt a világra jöttem volna, el is vette feleségül. És anyám nem akarta, hogy vendéglős legyek. Figyelte már, hogy a diktátorokat kivétel nélkül mindig a proletárok emelték föl a magosba. Én meg vagyok győződve, hogy a régi világ úgynevezett felső osztályait sem a polgárság termelte ki magából. Nem a polgár ültette maga fölé a hercegeket és a királyokat, hanem a proletár az, aki imádni szeret eleven bálványokat. Anyám is ilyen bálványt akart belőlem csinálni. S mert királyt vagy herceget nem csinálhatott volna belőlem, hát legalább azt akarta, hogy az egyetemet elvégezzem. Az egyetem és az azzal járó rang valami mágikus hatással lehetett anyámra. Így lett belőlem szellemi ember, Európa kívánságára. Mert higgye el, kérem, Európát anyám jelenti, s nem apám, a békés és szelíd vendéglős. Gondolkozott már azon, hogy mit jelent ez a szó? Európa. Jó, geográfiailag Ázsia túlnépesedett félszigete rendben van. A kultúra melegágya, a civilizáció megteremtője. Jó, mindez rendben van. De ezen felül, ezen túl, mi szellemi emberek ezt szoktuk mondani. Európa a görög és a római kultúra. Európa a kereszténység. Európa Leonardo da Vinci, Dürer, Picasso, és így tovább. Kolumbusz és a francia forradalom, és mit tudom én még mi. Ezt szoktuk mondani. De ez mind csak egy részlete a valóságnak. Olyan, mintha azt mondanám, a hársfa nem egyéb, mint májusi hársfa illat. Vagy a hársfa hűsítő árnyéka nyáron. Vagy azt mondanám, a hársfa egy gyógyteja hűlés ellen. Ezek mind csak időszaki megnyilvánulásai annak a valaminek, ami a hársfa. Hát így van ez Európával is.
Ma a forradalomnak kora van, azt szokták mondani. Ma ez Európa. Új eszmék, bördönök, hullahegyek. De ez is csak egy levél színeződése a hársfának. Én azt hiszem, Európa ez. Egy örökös, lentről fölfelé való törekvés. Lentről fölfelé. Ezerfele úton, ezerfele eszközzel, és különböző formákon keresztül. Mindig lentről fölfelé, és sohasem fordítva, érti? Ez a fölfele való törekvés aztán zsenikben és diktátorokban ütközik ki, hősökben, feltalálókban és művészekben. Ez a lentről fölfelé való törekvés, fölfelé, haladni, fejlődni, tanulni, fölfele, fölfele. Minden proletár anya az egyetemre álmodja fiát, és az éjjeli őrök, zsákhordók, sörös kocsisok diplomákat rejtegetnek a zsebükben. Ez Európa. Utcaseprő dupla doktorátussal, miniszter 4 elemivel. Ez Európa. De ebben a fölfelé törekvő Európában bent van egy csökönyös és mozdulatlan tömeg. Félrevonulva, kisebbségi sorsban, de merev elzárkozottságban. És ez a polgár. Egyetlen egyszer kapta csak el Európa láza, amikor megcsinálta a francia forradalmat. De azt is átadta a proletárnak, aki aztán új arisztokráciát teremtett belőle. Mert a proletár szenvedélye az arisztokrácia. Újabb és újabb arisztokráciák kitermelése szellemi vagy származási alapon. Ez Európa. Hát, ezt az Európát árulom most én el. Apám szomorú volt, hogy nem lett belőlem vendéglős, s hogy a 2 hársfa a halála után idegen kezekbe kerül. Mert apám nem volt európai, kis lengyel polgár volt, vendéglős. Amikor tanársegédnek kineveztek a Varsói Egyetemre, s a városka búcsújárást rendezett a hársfák alatti vendéglőhöz, hogy szerencsét kívánjon apámnak. Apám sem boldog nem volt, sem büszke. Szomorú volt. Apám nem volt európai. Abban az évben, amikor a svéd király ünnepélyesen átadta nekem a Nobel-díjat, abban az évben adta el anyám a vendéglőt a 2 hársfával. Felköltözött hozzám Varsóba. Apám nem élt már akkor. 2 évre rá gyalog tereltek bennünket a katonák Németország felé. Ő 2. nap meghalt. Öreg volt már, és gyönge. Azt sem tudom, hova temették. Egy erdő mellett történt. Egyszerre csak elengedte a kezemet, kitámolygott a sorból, és leült ott az út szélére. Melléje ültem. A kísérő katona ránk ordított, aztán hátba vágott a puskatussal. De anyám akkor már nem élt. Ott feküdt, feje az ölemben, kis fehér hajú öregasszony, holtan. És látja, én most hűtlen leszek hozzá. Dacból, keserűségből, nem, egyszerűen okosságból. Mi haszna volt neki abból, szegény proletár leánynak, hogy én, a fia, Nobel-díjas egyetemi tanár lettem. Ott kellett hagyjam őt, az útszélen, egy ismeretlen erdő mellett,
mert egy egyenruhába öltözött másik európai ember, szintén proletár, mint ő, puskatussal terel tovább, mint a barmot. Szellemi ember voltam, s emiatt gyűlölt és lenézett. Pedig tudom, neki is az volt az álma, hogy a fiából szellemi embert csináljon. Mert ez Európa. Fölfele. Mindig fölfele. Hát én megtagadom most a Nobel-díjat, amit kaptam. Megtagadom a svéd királyt és a varsói proletár negyedet. Megtagadom Európát. Tudja, amikor 7 évvel ezelőtt oda kerültem abba a kis vendéglőbe, ahová munkára kiadtak, mert a vendéglőst behívták katonának, s az asszony nem győzte egyedül a munkát, sokat kellett gondoljak apámra. Aki szomorúan halt meg a 2 hársfa alatt, mert nem lett belőlem vendéglős, hanem csak Nobel-díjas egyetemi tanár. Tányért mostam, és poharat. Aprítottam a fát, vendégeket szolgáltam ki, istállót takarítottam, s arra gondoltam, hogy mégiscsak anyám tévedett, és Európa tévedett, amikor egyetemi tanárt csinált belőlem. Mert az emberiségnek több favágóra és tányérmosóra van szüksége, mint egyetemi tanárra. Az asszony, a vendéglősné, mindjárt az első napon megkérdezte, mi volt a foglalkozása otthon. Egyetemi tanár. Feleltem. Az asszony szinte rémülten nézett reám, és ki akarta venni a tányért a kezemből, nehogy eltörjem. Csak akkor nyugodott meg egy kicsit, amikor megtudta, hogy apám vendéglős volt. Aztán a férje elesett valahol a fronton, s az asszony özvegyen maradt. És 2 évre rá, amikor vége lett a háborúnak, megkért, hogy maradjak ott nála. Vegyem el feleségül, és vezessem a vendéglőt. De én nevettem rajta. Egyetemi tanár vagyok, mondtam. Reám szüksége van Európának. Hamar rájöttem, hogy nem kellett volna nevetnem. Európának nem volt szüksége rám. Európa csak kiburjánozza magából a szellemi embereket, de nincs szüksége rájuk. Európának csak az erőfeszítésre van szüksége, mely az újabb és újabb arisztokráciát kitermeli. Azt mondják, hogy Európa ma ideológiai harcok korszakát éli. De higgye el nekem, hogy ahhoz, ami itt történik, semmi köze sincs az ideológiának. Minden ideológia csupán egy ürügy, mely arra szolgál, hogy azok a szellemi emberek, akikre nincs szükség, megpróbálják létjogosultságukat bebizonyítani. Látja? Európa törvényei szerint nekem most az lenne a feladatom, hogy mint éjeli őr, vagy mint utcaseprő, vagy mint ausztráliai birkanyíró tüntessek valamelyik ideológia mellett, és mártír sorsommal hirdessem, hogy azért, mert rosszul az emberiség dolga, mert én, a Nobel-díjas, egyetemi tanár birkát nyírok és utcát seprek, ahelyett, hogy az emberiséget vezessen. Hát nem, uram, ez hazugság lenne. És én inkább elárulom azt az Európát, mely erre a hazugságra fölnevelt. Nincs az emberiségnek semmi szüksége reám, mint szellemi emberre. Túlon túl sokat termelt. Vendéglőse van szüksége, aki vasárnaponként a pihenni akarókat kiszolgálja. 2 hársfát ültetek majd az udvaromra, és nyáron azok alá teszem ki a festett asztalokat. Jó módú ember leszek,
megelégedett ember, polgár. Aki nem törődik politikával, nem törődik ideológiákkal, nem törődik tudománnyal, csupán azzal, hogy milyen az időjárás, és hogy mit esznek és mit isznak az emberek szívesen. Tudom, ez árulás, de akarok áruló lenni, érti? Ma még elbúcsúztattam két hajdani kollégámat, akik ezzel a hajóval mentek. Ezzel elbúcsúztam mindentől. A mártíroktól, a hősöktől, az emigrációtól, Európától, mindentől. Mély tisztelettel búcsúzom el tőlük, ahogy illik. De gondolni nem akarok reájuk többet. El akarom felejteni őket. A tudóst, aki birkát őriz, a szobrászt, aki fát dönt, a festőt és a lovagkeresztes századost is, ezeket a modern Don Quixote-kat, magát is, aki éjjeli őr létére még mindig regényeket írt. Én levetem a páncélt, és elfeledek mindent. Dezertálok, uram. És ha majd egyszer elvetődik abba a kis halászfaluba, ahol vendéglős leszek, ingyen ihatik nálam egy pohár sört, amiért végig hallgatott. De ne haragudjon rám, ha nem ismerem majd meg. Isten vele. Fölkelt a gerendákról, levertek kopott fekete kabátjáról a rárakodott piszkot, s azzal elment, anélkül, hogy visszanézett volna reám. Másnap éjjel tudtam meg egy rendőrtől, hogy ott halázták ki a holttestét a kikötő alatt, a dokkoknál. Magyar karácsony az égben. Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafent a mennyeknek országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már őket Jézus király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán az emlékezés gyertyáit. Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni, s fontos hivatal, mert ezen múlik, hogy kikről emlékszik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához, és kiki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a sohasem hiába való, de mindig beteljesülő imádságok, a mennyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak. Tudja azt mindenki. De ebben az esztendőben szokatlan dolog történt odafönt az égben. Már egy héttel karácsony előtt hírvivő angyalok járták sorra a mennyország lakóit, s tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönt. Ilyesmi
még nem történt, amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet, s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyart. De Jézus Úr így látta illőnek és helyesnek, s így történt. Mikor aztán megszólaltak odalent a földön, ma este a karácsonyi harangok, egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengőt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstől, hogy nyomban el is ejtette a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve, a csengő ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengő nyomban el is hallgatott, a kapuk és abba hagyták a nyílást, s a kint várakozók számára csupán egy szűk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbak tudtak beférni, a kövérebbek nem. Az újdonsult kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől, hogy szényenében nyomban elszaladt és elrejtőzött a karácsonyfa lehajló ágai alá. Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengőt, és megrázta jó erősen, amitől nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a népek betódulhattak az égi kupolaterembe, Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadta a jelt. Gyújjanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán. Elsőnek Ősz István király lépett a fához, és néma méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az Árpád ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákóciak, s a többiek mind, hosszú, hosszú sorban. Pro libertate, suttogta a nagyságos fejedelem, s Petőfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé.